Perccel, jó reggelt! Kívánom mindenkinek! Hello Jani, hello Feri! Sziasztok, jó reggelt! Hello! Drága hallgatók, hello mindenkinek! Itt vagyunk a hét utolsó előtti napján, mozgalmas napunk lesz, gyerekek, mozgalmas lesz, sűrű lesz, mint a kolera, ahogy szokták mondani. Úgyhogy nagyon sűrű. Sűrű, mint a kolera. Nem tudom. Én a rózsaimlőni elvesztettem a fonalat, a kolera az már nem csúszott be. Gyerekek, lesz minden. Minden itt. Egy ház átadás, helikopterre való száguldozás a város fölött gyorsan, hogy minél előbb leérjünk. Úgyhogy, hát igen. Amit elfelejtettem, és hogy nem tudod, Julitól kellett meg, Gábornak szóltunk, hogy ne jöjjön. Mindent elintéztünk, mindent leszerveztünk, Julival mindent lemenedzseltem, mindent megbeszéltem. Hát ne, olyan mi, csendes Bobnak olyan nincs, hogy mi fölhívjuk a Gábort. Hát nem. Te vagy az egyetlen, aki beszélhet. Kicsit ez ilyen költői volt, igen. Ez a baj. Uh-huh. Magamtól kérdeztem ezt hangosan. És mi lenne, ha most dobnál egy SMS-t neki? Gábor, ugye szóltam, hogy ne gyere. Ha nem, akkor ne, ha igen, akkor se. Hát, ha nem, nem, ha igen, nem, ha nem, igen, mindegy. Hát én remélem, hogy nem kelt emiatt korábban. Lehet, hogy már nem. Most otthon nyomja a négy ütemű fekvőtámaszokat, már be van keverve a csicsók. Gondolom, igen. Készül a napra, ki van készítve az első áldozó zakója. Hát, hogy legyen lútri. Engedd el. Ha itt van, itt van. Akkor nem, azt nem szabad egy emberrel megcsinálni. Sziasztok! Nem? Hát, sziasztok! Nincsen? Na, Laci, hát ilyenek a mi szerkesztőink. Látjátok meg az asszisztens. Én Laci szólt, hogy így szóltunk neki. Lusta bejönni a szerkesztőségi szobába. Inkább küld egy eset. Mondjuk ez is tipikus a Laci. Nem, a kávét csinálja éppen. Kávét gyárt. Megkértem, hogy csinálja nekem egy kávét. Úgyhogy nagy erőkkel kávét gyárt éppen. De szóltál neki, hogy szeretetet rakjon bele? Én, hát igen, szóltam, hogy ne tegyen bele semmi mást, ami eszébe jut, hogy szívesen megítatná velem. Csak kávét. Meg egy kis rizs szirupot, ami ott van. Igazából azért lesz ugye mozgalmas, mert hogy van az a bizonyos család, akikről mi már itt most már hosszú hónapok óta elég sokat beszélünk, és egészen hirtelen kaptuk a füstjelzést, a fekete füstöt, fehér füstöt, hogy megválasztották az új pápát, és hogy mehetünk házat átadni, ugye? Mert elkészül. Hogy utána elutazik a tanácselnök, és... A tanácselnök. Elutazik a TSZ-elnök, akinek nagyon sokat segített, viszont gyorsan át tudjuk adni a házat. És ezt tegnap vagy tegnap előtt tudtuk meg, tegnap mi már ezt bejelentettük, úgyhogy ma áthúztuk az egész napunkat, szereztünk egy helikoptert, és fél nyolc után pár perccel ki is lövünk, hogy odaérjük a Budaörsi reptére, onnan lerepülünk Tátra, és aztán 9 óra után már onnan jövünk élőben. Házavató, helikopterrel, tűzoltó zenekar, szalagátvágás, dobszóló, gyerekek, maláj kislányok. Minden. Nem malájok. A fejemben. A fejemben. Hiányzik egy masszázs? Egy jó masszázs, igen. Tájcsajokkal. Úgyhogy a gyerekek, nagyon boldogok vagyunk, ezt a hallgatóinak is köszönhetjük. Ő nekik leginkább, de hát ez egy jó dolog. Aki bizony beleadott, aki segített, az tudja, hogy ez most egy nagy dolog. Hát és tegnap ugye elküldtünk egy segélykiállítást az éterbe, hogy hát kellene egy járművön, nagyon gyorsan le tudunk érni, és hát a Kapcsi, a Szélsz és a Gyöngye szerzett is egy négyszemélyes helikoptert, úgyhogy majd sorsot fogunk húzni, hogy ki megy autóval. Hát nem, vagy hogy ki vezet? Mert mi van, ha négy személyes a helikopter, kirakjuk a srácot. Simán el tudom képzelni, odaérünk, és akkor hogy hívják ki, értem, már ott áll a helikopter, és akkor srácok, akkor az a helyzet, hogy négy személyes. Igen, tehát hogy hárman befejezni, és kiszállatok, de akkor nem tudunk erre. Miért ne tudnánk? Már nem én ezt a pilóta mondja. Ja, már hogy ő, az a filmen is láttam, hogy ezeket lehet vezetni. Elmondja, hogy mit kell fölhúzni, ezt neki megyünk. Ja, tényleg megjelni, hogy hívják, hogy ilyen bújtott csöp is lehet róla lógni Tátig. Az, hogy a gép még csak-csak, de a helikopter az egy fokkal bonyolultam.
Igen? Én vezettem, nem tudod megoldani. Nem tudod a levegőbe tartani. Tehát voltunk, hogy én repültem helikopter, és ott a hogy átadja. Tehát következő történik, 2 darab pedál a lábadnál, 1 a jobb vagy a bal kezednél, ugye azt húzod, és 1 még a lábad között. És a 4 végtagot teljesen más csinál, mert a 2 pedállal forgatod ugye, hogy merre álljon, az előre hátrált az egyik kezeddel, és a sebesség, vagy mit tudom én, meg a másik kezed. Tehát a 4 dolgot kell totálisan kiegyenesíteni. Érted. Átadta a pali, következő történt, a helikopter abban a pillanatban megemelkedett, és elindultuk lefelé a földre. Akkor belenyúlt, megint visszaszta, megint átadta, megint megemelkedett, elindultuk oldalra lefelé a földre, esélytelen vagy. Tehát a levegőben megkapod a gépet, még valahogy, ha diktálják. Ezt nem tudod. Ugyanis itt az egyensúly érzéked, és minden nagyon-nagyon fontos. Bizony. És minden nagyon-nagyon kell, kézzel, lábbal, totálisan ellentétes dolgokat csinálsz. Nagyon nehéz. A helikopter, nehéz. A helikopter az aviatika ördöglakatja. Aviatika ördöglakatja. Igen, jó, abszolút. Azt meg mi nem tudjuk megfejteni. Azért nehéz, ugye, mert nehéz, egyszerre nehéz. 4 felé kell igen. mozognod. Na most pont 4-en vagyunk, tehát mi van, ha Jani a bal pedál, enyém a jobb pedál, tiéd a föl, a Laci meg megy előre hátra. Jani föl, Valázs, csak mondom, hogy a mi kollégáink milyen jók. Azt a helikoptert szerezték meg, amivel a Forma 1-es pilótákat is szállítják, a Red Bull csapatot szállítják, a Schumachert vitték régen, az Alonzót, a Fettelt, mindenkit ezzel visznek a ringre. Egyébként Burnie-nek porhüvelyét is ezzel. Nem, neki van sajátja. Burnie-nek van saját, de például a pilótákat ezzel reptetik Magyaródra. Tehát így hihetetlen. Akkor hihetetlen van benne profi. Hűtőszekrény. Team lesz, aki elvisz minket. ORFK írt levelet? Azt mondja, hogy inkább Lacitól kérdezem meg. Nem éltek a rendőrnapos lehetőségükkel? Hát ezt bebukták csúnyán. Megkapnak rendőrnapra? Már most már van helikopterünk, most már nem kell. Nem? Most már megvagyunk. Most már megvan az a baj, megvan az idei rendőrnap. Jó, de mi van, hogyha 8-ra ide jönnek a rendőrök, hogy felvezetnek minket Budaörség motorral, akkor még kénytelen vagy egy fél rendőrnapra elmenni. Az egy anyánk napja az ORFK-ban. Igen. Vagy gyereknap. Vagy a Teve utcában egy gyereknap. Egy nap a Teve utcában. Vagy egy anyák napjára bemegyek, és akkor ott minden rendőrként dolgozó édesanyát felköszöntök. Azért a budaörsi reptérig való felvezetés az nem egy egész napos. Az igaz. Az nem. Az igaz. Tátik, ha elvittek volna minket, akkor övék vagyok a jövő évi rendőrnapon. Nem értem őket. Én sem. Azért ez egy nagy lehetőség lett volna. De mi nem akarhatják vajon, hogy a Balázs oda menjen? Ezért voltak csendben végig. Hát inkább ennél szerintem azért egy kicsit ők azért így. Nem is azt mondom, hogy vaskalaposabbak, de hogy azért ez a bemondták a rádióba, kéne egy rendőri felvezetés, kivonulunk, felvezetünk. Azért, volt már, hogy kaptunk rendőri felvezetést. Igen. Volt már ilyen. Például, amikor a Red Bull röpnapon ugye repültünk a Lánchídról, ti álltatok a Lánchíd fölött a stúdióval, és én a Besenyivel fönnsikítottam, és könyörögtem az életemért. Akkor mi rendőri felvezetésre mentünk a Tököli reptérre. Ja. És azt ott leszerveztük, megoldottuk. Az igen, plusz a múltra, hogy mentén nyaralni a repülőtérre is kértél egy ilyet. Magánszemély kérhet ilyet egyébként? Pont ezen gondolkoztam, hogyha mi egyébként hivatalos úton kértük volna, akkor annak van egy ára, tehát azt mondják, hogy igen, száfa, lehetőség erre van, ennyibe kerül. Nem hiszem. Nem, akkor mindenki kérne. Az összes gazdag mindig rendőri felvezetés ajánlat. Tehát szerintem nem. Szerintem nem. Nem. Így ez így effektíve lehetett. Nem tudom, hogy miért nem érdekelte őket ez a dolog. Valószínűleg egyébként azért, hogy ne érezzék az emberek, hogy itt köztetek valami összefonódás van. Ugye éveken keresztül pénzelted őket, mindenféle. Hát. És most ráadásul még ugye a rendőrnapon is. A Teve utcai rendőrpont volt a kicsit az enyém is. Pont egy szint az enyém, amennyit én befizettem. Régebben gyorshajtás, meg mit tudom én, mert mindig beleszaladok a rohadt trafikba. Volt már olyan, hogy bement, és így megsimogattad egy picit ott a Müller kárpítókat, és azt mondja, ez nem volt olcsó, de megérte. Olyan az, hogy bementem, aludtam egy kicsit, lebuttam a cipőm, ráfeküdtem, és azt mondtam, hogy nyálcsorgatva, azt mondtam, hogy igen, kicsit az enyém vagy. De gyerekek, évek óta nem volt már ilyen. Most vagy az nem jelentettem be a lakcímváltozást, és az idéglenesen jön, vagy nem jó az állandó címem. Gyerekek, évek óta sem. Hát a régi szobában nem tudsz bemenni anyádéknál, mert hogy tele van egyébként. Tele van a legoka. Igen, de nem, de nektek se nagyon, nem? Nem, semmi. Rendesek vagyunk. Nem. Le is kopogom. Nem, az 50-es villamos mostanában nem a valami osaban fölé. Na jó, de hétvégén azért... Az előfordul, de hát mi azért, hogy hívják, hogy vagyunk jogkövető állampolgárok, mondjuk, amióta Muninak van a jogsi, mi nem egyszer futottunk bele egy trafiba. Akkor egy picit megszaladott, elkezdtünk élni a Balaton felvidéken, és akkor azt hiszem 35-tel ment, csak ott, ahol 30-al lehetett volna. Igen, egy kanyar erejé. De már nagyon féltetek, és kiabáltál, hogy lassíts, Muni, lassíts. Bizony, ott fura volt neki a szervó, vagy ilyesmi is.
Igen. Na, úgyhogy hát eseménydús lesz. Eseménydús lesz a mai nap, drága hallgató. Kérdezi, Zé, hogy forgatunk a videót a mai napról. Videót szerintem nem, de rengeteg fotó lesz majd, és Instagram oldalunk újjáéled. Gyerekek, majdnem 40 ezeren vagyunk már az Instagramon, nagyon szűk, nagyon elit társaság, ma kaptok képet újra. Helikopterezésről, a ház átadóról, ma elárasztjuk az Instagramot. Ki vannak éhezve szerintem? Szerintem igen, hát tudod, megmondom neked, mikor volt az utolsó kép. Dan Blizzériant kikapcsoljuk, mert őt néztem. A te utolsó képet 2 hete volt, amikor a sapkát bemutattuk. Aha. Az volt az utolsó képed, amíg ez a nagyon jól sikerült betűrt Nike pólóval sikerült. A sapkásod azt nem folytatjuk? Most úgy, hogy mondjuk visszafelé fordítva, hogy lássák is, hogy miért érdemes megnyerni. De lehet, hogy csináltunk egyet a sapkáról, de ma azt szerintem a budaörsi reptér, a helikopter, ma lövök párat. Lövök párat. És csinálok néhány fotót is. Az se rossz egyébként. Úgyhogy van. Olyan péntek hangulatom van nektek, nem? Hát egy picit az. Ugye? Szerintem emiatt, hogy ma megyünk. Ugye, hogy egy kicsit megyünk, mozgalmasság van, történik valami. Pénteken szokott mindig valami lenni. Nem? Ugye? Jó, hát a kitelepülések, mondjuk a tavaly nyári, az mind pénteken volt, és akkor biztos azt érezzük most is, hogy már mocorog a dolog. Ja, de jó lenne. Gyerekek, tegnap fej volt a vezérigazgat, és nem tudtam megmondani, hogy most május 1-e, vagy május 2-e. Uh-huh. Mondjuk akkor ott is lehet, mit ha már ő telefonál neked ezért. Nem ezért telefonál. Balázs, de hogy is, ne. Mi parancsolja, miben segítünk? Május. Nem ezért jó, hogy más dátumot kellett egyeztetni. És mondom, figyelj, ez egy nagyon jó kérdés. Lassan nekünk mondani kéne itt reggel, de valamikor a május első hetében mentünk, valamikor a május második hetében mentünk kitelepülni, az érettségik miatt, ugye, hogy legyenek. Uh-huh. És akkor így mondtad neki, hogy... Mondom, Árpi. Jó a kérdés. De mikor második hete? Kezdjük el mondani lassan meg a dátumokat, helyszíneket. Az én utolsó információm, amit tudok, amit szerintem Jani is tud, 11-e. Az. 11-e. Jó, akkor mondjuk szerintem jövő hétfőtől már szerintem mondhatjuk a helyszíneket. Mindenképpen, mert hogy lesznek közöttük azért olyan helyek is, ahol még egyáltalán nem voltunk, és szeretnénk, hogyha jó sokan lennének. Nem, mintha azt nem szeretnénk. Hogy ahol voltunk, ott kevesen legyenek, ide. De azt tényleg nem szeretnénk, azt nem, ott is sokan de azt legyenek. Igen, hogy sokan. Aha. Igen, az idei helyszíneket úgy állítottuk össze, hogy legyen legalább 2, ahol még nem voltunk. Már nem magánemberileg, ugye, hanem hogy rádióilag. Nem. Igen. Ha nézzük csak a térképet, ha mennyi hólóháza nem hallod voltunk. Hallod, nekem van egy cegény már kiesett. Nézzük már meg, mi van arra. De ebből el is mondtunk egyébként 2. Igen. Tehát szerintem Salgótarjár már elmondtuk. Sopront elmondtuk. A Sopront is elmondtuk. Más nem mondtunk egy. A B betűset is elmondtuk már, mert valaki telefonált onnan is megemlítettük egyszer. Tehát lassan egyébként. Ja. Nincs titok. Csak a dátumokat kell mellé tenni. Persze, és akkor tudni fogják. Tegnap engem is felhívott egyébként az Árpi egy más ügyből kifolyólag, és kijelzette a telefonom, ismeretlen számon, felveszem. Aztán a beszélgetés végén mondta Árpi, hogy Janikám, meg tisztelnél, hogyha lementenéd a számomat. Fogadjuk. Árpi, ne arra jövjön. Jó vagy. Érted. Úgy vetett, hogy tessék, Vadó János. Aha. Halló, ki a fogorvosnál vagy? De nincs meg. De, és valamiért nem jelezte ki a telefon, és aztán mondtam. Ha kétszer van elmentve a névjegyed, akkor valami nekem is néha. Akkor kiírja, hogy kis Géza vagy Kovács. Nekem van, amikor számot ír ki, és közben láttam, hogy benne van. Ezt még régen a Nokia-m csinált, és nem értem, hogy az iPhone miért csinálja, mert ilyet régen tényleg a 5110-esem csinált. Mert az almás az kiírja mind a kettőt. Tehát a kétféle néven van elmentve. Na jó, de tudod, hogy ott... Jó fej volt egyébként, gondolom, és mondta, hogy megtisztelni, hogyha elmentene a számot. Hát, ha lesz még dolgunk egymásra. Aranyos, mondom, Árpi bírom. Árpi, figyelj, neked legyen szólva. Hogy jó arca. Tényleg egyébként fogorvosnál voltam. Figyeljetek, hát ugye azt történt, hogy picit nagyobb lendülettel estem neki egy csomag asszalt mangónak, mint ahogy kellett volna, és az egyik fogam, amit korábban kezeltek, megadta magát. És tegnap is megint megbizonyosodott az, hogy én igazából szeretek fogorvoshoz járni. Egyrészt, mert ugye nagyon kedves, helyes, csinos, és amúgy meg szakmailag is nagyon a toppon lévő fogorvosnőm van. Másrészt meg azért, mert olyan sztorikat mond közben, hogy egyáltalán nem figyelek oda magára a kezelésre. És akkor például arra, és kérdeztem tőle, hogy mik voltak a legextrémebb esetek ugye a pályafutása során, és akkor így elkezdi így egymás után így sorolni kérdezze? Őket. És elkezdi mondani őket, hogy hát azt mondja, hogy vannak ilyen kisebb, nagyobb ilyen elprobb cseprőbb esetek, például valaki bejön mondjuk egy fogszabályzó állításra vagy javításra, csak előtte elfelejt fogat mosni, és az, hogy keresni kell a fogszabályzót a drót a mögött. Igen, illetve, hogy azt mondja, amikor ők például a anyukára, aki betolja a 2 éves gyermeket a babakocsiban, mert rá kell szólni, hogy ugyan ne itassa már cumis üvegből kólával a 2 éves gyereket. Jézus már! Erre azt mondja ugye az anyuka, hogy hát de ha egyszer lesz, szeret.
Ezt mondta, két éves gyerek. Igen, sem mondta neki, hogy hát komolyan. Igen, a cumisüveg azért dolog, mert két évesen még azért sokan isznek ilyen cukros vackokat, de kólát. Arra hogy szokik rá a gyerek? Jó, hát na ez az. Kétszer berakta, ó, nézd meg milyen csendben van. Hogy a savas kólát, egy két éves gyerek szereti a szénsavas. Na de várj, nem is ez a durva, a koffein a legdurva. Nyilván az is. Ez a koffein, mert ugye szénsav. Igen, ezek a teák, meg minden sajnos, ezek a gyerekes vackok tele van cukorral. Itt a koffein a nagyon meleg, a gyerek azért így jár a baba kocsiba, érted? Hát az a nagyon durva koffein adag. Egy finom olvasottsági hiány azért ott van. Hát, igen, valószínűleg azért nem anyuka azért nem most járta ki a harmadik egyetemet. Igen. Ha egyszer ezt szereti, hagyj így, nem, meg érted. Picit később alszik el, mint a többiek, kicsit kevesebb hát fogol a szájába, az se épp. És mikor kezdett kólát adni? Hát 4 hónapos a horzátápláltunk. Nagyon ezt a kólát. Nagyon tetszett neki, leváltottuk a tápszert, mert már nem szopott a kicsi, aztán áttettük a kólára. Imádja mellé a csülkös babot. Néha kicsit sír a fantáért. Igen. Azért az nincs ott felnőtt korban, de hát azért két éves korban bort. Ez konkrétan, de hát te kicsinálod. Azért elég erős. És akkor mondja neki, hogy hát vagy én öntöm ki, vagy maga önti ki. És akkor így nem érti. Tudod. De hát miért? Nem ért, szereti. De hogy miért mondja ezt? Úgyhogy mondom, egy csomó ilyen sztori, vagy a védőnő, aki azt mondja az anyukának, hoppá, már játszunk. Ez nem semmi, ez a sztori lezárásának. Ez egy drámai történet lesz. Ez most egy drámai történet lesz. Ez történet, hogy már játszunk. A védőnő, aki azt mondta az anyukának, nem kell mosni azokat a fogakat, úgysem maradandunk. Egyébként is, most gondolj be. Ezt én is mondtam a benne. Hallod? De hogy hozzászokjon a fogkeféhez. Igen, hát ez kemény, nem kell most. És ezt mondta egy védőnő? Egy védőnő mondta az anyukának, nem kell azokat, vagy a tejfogak. Úgy kihullik, jön a másik. Nem érdekes. Nem kell, majd ráérsz, még a fogmosással bíbelődni kincsen. Ó, jaj, pedig hát a védőnök azért nem ilyenek. Szóval azért. Úgyhogy mondom, így tellek. De csak úgy repülnek így erre a percek. Ért? Hát, hogy fúrás, faragás, többés, javítás, csiszolás, fogköleszedés. Mit se számít nekem? És dokinő úgy azért úgy dokinő? Nekem sajnos palim van. Már hogy... Ez nem egy coming out, hanem hogy a fogorvoson palit. Ja, nekem megleptél. Igen, nekem van egy pali, azt hittem, hogy megágyazunk ennek egy címlappal, vagy valami. Nem, de hogy dokinő. Nem, dokinő. Kedves, helyes. Már nincs pártában. Ha, én sem politizálok. Ja. De hát nem is azért járok, hogy megvitesszük, hogy hova rakjuk az X-et, persze, értem. Na jó van. Nézzük az SMS-eket, a korán kelő hallgatóink mit írnak nekünk. Azt mondja, hogy jó reggelt, szexelni nem akarok, enni meg elég, ami van. Aha. Jó, igen, jó, legyen így. 206-os végű SMS író. Valaki most egyébként hát, összekevert bennünk, bennünket valakivel, mert több ilyen is van, hogy valakinek szólnak. Szeretlek, hiányzó, de most nem érek rá, te is unod, majd beszélünk. Na most miért ez? Szólik. Nekünk nem jöhetett volna, Feri. Most igen, azért ne írjuk le magunkat. Hát figyelj, én emlékszem rá, amikor azért... még hallottam, meg mondtak ilyeneket nekem, hogy szeretlek, imádlak. Hiányzol. Mi a PIN-kódod? Igen, de most azt mondja, hogy unod. Érted? Te is tudod, hogy unod? Hát... De ha neked szól, akkor neked most tudnod kell, hogy unod. Észreveted, anya? Bocs, nem, kicsit tegnap fáradt voltam már, ne haragudj. Hogy átfordultam a másik oldalon, mert a lemélem azért tudtál valamit csinálni. Azt van rendőri felvezetés magánszemélynek, csak győzet kifizetni, Vuki, de hát igazad nem tudjuk. Köszönjük, hogy tegnap beszélgettetek a Szentendrei dugóról, ma már rendőrök irányítják a forgalmat, és nincs dugó. Gyereke. Ennyi. Ezért mondom, hogy írjatok meg bármit, tényleg. Abszolút foglalkozunk minden, amivel tudunk, azt gondoljuk, hogy igen, van hatása. Ne engedjétek a pilótát kávézni. Egyébként ez egy fontos dolog, hogy nem jön rá pultra, így van. Készítsetek sok képet, remélem a család nagyon fog örülni, drukkolunk nektek, nagyon királyok vagytok, kaptuk ezt is SMS-ben, 9 óra után lesz egyébként ez a házátadó. Ők eufórikus állapotban vannak most, biztos, igen, hogy örülni fognak. Igen. Én szívesen elviszlek benneteket holnap Tátra, pedig ez ma jött egyébként, ma megyünk, van egy Seat Cordobám, de helyes, a kocsit biztosítom, én az üzemanyagot ti. Andi írta nekünk, még a hallgatók még fel is ajánlottak, hogy elvisznek benneteket. Ez igaz, de a kocsi, akkor Fiat, ezt tudjuk, ugye? Csak multiplába ülne most. Csak multipla. Csak mondom, nincs autóm. Várjuk szponzorok jelentkezését, mert még mindig nincs autóm egyébként. Jól van, hogy állunk játékkal? 2-1-re vezetnek a hallgatók. Hétfőkedden ők nyertek, és akkor tegnap hozott a Jani pont egy pontot, úgyhogy most még elvihető a hét a részünkről.
Hát nagyon iparkodnunk kell. Hát kettőt nyerni kell. Drága nagymama már mindig mondta, hogy iparkodnunk kell. Igen, be kell húznunk ma is, holnap is. Jó, nézzük meg, jó, hogy ki az, aki tud igazán arcoskodni. Írjatok nekünk nyugodtan SMS-eket, bátran, bátor hangvételű SMS-eket, lehet bennünket nyugodtan kóstolgatni. Jó, meghallgatjuk Ákos legfrissebb híreit, közben várunk közlekedési híreket is. Mi pedig jövünk a játékkal a hírek után. Morning Show, a Klassz FM-en. 6 óra múlt, pontosan 50 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Csütörtök van, jön a jó idő, hétvégén már 25-26 yes! fog, gyerekek. Nyárias időjárás, úgyhogy tényleg már minden. Tegnap nagyon jó volt, a városkerék pároztam egyet. Tényleg? Nagyon jó. Á, belehalsz. Nem, most se sokkal edzettem, mint régen. Ja. Nem, én tegnap is 2,5 órát sportoltam, a tűző napon bírnám. Istenem, rövid szoknyám. Aj, figyelj, ne is mond, tényleg. Tehát, hogy így imádom a feleségem, meg nagyon szép lánya Viki, de annyi jó csaj van, hogy komolyan mondom. Igaz? Az ember azért ezt férfiként egyszerűen nehezen bír, és az a baj, hogy a nők ezt nem értik, mert nem így vannak kódolva. Hogy a nő, ha szeret egy palit, neki kicsit mindegy, persze megnézi, de te nem úgy nézed a nőket, mert dobnak egy mellett egy popsit, és egyszerűen véged nem lehet. Tehát, hogy a férfiak így vannak kódolva. Érdekes, nem? És ez nem attól függ, hogy mit érzel, vagy mit gondolsz a feleségedről, hanem egyszer megnézel egy szép nőt, és hát férfiak vagyunk, hát ez gyereke. Ja nem, azok nem. Azt nem, gyerekeket nem szeretnék, pont elég volt. Rengeteg ilyen, a magyar lányok egyszerűen szépek, gyönyörűek, tényleg én is, pedig kocsiba rohadt magányos vagyok mindig, tehát annyi undok emberrel nem találkozom, akik a piros lámpán áll a kocsiba, ott se átnézni, sem mosolyogni, semmit nem tudsz. Felszállsz a BKV-ra, és maga a kánoán. De tényleg. Aki a kocsiba, ő már kicsit el van szállva. Mert az a harc az autóban, a piros lámpán. Igen, kinéz ki rá, jó kocsim van, nem nézek át, jó csaj vagyok, TT kupéba ülök, tudod, persze. De felszállsz a BKV-ra, ott aratsz, öcsém, aratsz. Ki a király? Mit gondolsz, miért jár azzal? Érdekes, hogy pont ellenkezőre vagyok. Rengeteg jó nő van, tényleg itt a tavasz, meg itt vannak a szoknyák, gyönyörűek, de nekem csak a Viki. Átjössz, iszunk valamit, meglátjuk, hogy alakul az eset. Átjöttök ketten a Mónikával, harapunk valamit, mesztelere vetközünk, aztán úgy érezzük magunkat. Aztán történhet bármi. Nincs erőszak, ha nem, ha igen, nincsen semmi kényszer, gyertek át, ledobjuk a ruhát, iszunk valamit, és meglátjuk. Persze, rövid az élet, hosszú a sír, nem? Figyelj, meg kell próbálni. Hallod, szerintem... Ha a csajok nem akarják, félre vonulunk. Ketten csak lesznek a múlival. Tudja a fene. Rövid az élet, hosszú a síri alé. Annyi császárkörte nincsen ma. Gyertek át, iszunk valamit, pukkantok egy bort, kicsit felfűtöm a jacuzzit, valami lesz. Jó, hát meleg víz biztos. Ha felfűtöm a jacuzzit, meleg víz. Igen, ha beülsz a jacuzziban, ne kezdesz szappanozni magad. Én csak erre kérlek. Hajdod, ha fűnöd, ne kezdesz szappanozni magad, és jó, csak tényleg, meglátjuk, figyelj, ne mondj semmire nemet. Figyelj, most még használom a krémet, amit a Piqué sömörre kaptam, de utána. Nem akarok szűrőt cserélni, Derpi. Már megint leáztak a bőrdarabokról. M3-107-es kilométernél trafi a hídról, a Pest felé haladókat mérik, 24 órás Hutár Pisti küldte nekünk, köszönjük szépen. M3-107-es kilométernél trafi a hídról, tökéletesen ugyanaz, mert az SMS is ugyanaz. 4-es út, Böszörményi elágazás, új trafi, Fehér Szeát, szép napot Sanyi, Kecskemét előtt, a Tiszakécskei leágazónál dugó van, arra szólva lehet haladni, ez Csabesz küldte nekünk, köszönjük szépen. Mi pedig játszunk, már itt is van a játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. De egyébként csak a dolog azért is igazságtalan, igazán? Tudtam, hogy beindulsz. Jó az, hogy megnézik a pasik a nőket, én bírom, pasim is van. Ezért igazságtalan, mert minket nem néz meg senki. De te egy jó nőt megnéz, learadt egy nap 15 pillantást, hogy igen, tudom. Igen, jaj, köszönöm, te is megnéztél. A palikat azért a nők nem úgy nézik meg, mint ahogy egy pali megnéz egy nőt. Még téged se? Nem, kézzed el, hogy nem. Az a engem meg pláne nem. De hiányoznak a bókok. Egy kicsit. Na. Velem az van, hogy na, akkor azért sem nézek át. Na ne gondold, hogy pont tényleg így van, hogyha kicsit híres vagy, akkor az van, hogy még az a nő is, aki egyébként kedves, inkább zár, mert azt gondolja magáról, hogy
nehogy már azt gondolt, hogy majd én rád mosolygok. Nekem egy mosolyt kierőszakolni sokkal nehezebb. Sokkal nehezebb, ha csak bele nem rögök a tükörbe. Az nagyon megy. Igen. Egy kedves mosoly, reggel valakitől. Kedves mosoly, Bali? Például tőlem. Fogadmosak, nyomok egy puszit a tükörre, és aztán elindulok. Nem, tényleg így van. Tehát a csajok úgy gondolkoznak sokszor, hogy nagyon ritka az, hogy állsz egy kocsiba, átnéz, helyes a csaj, visszanéz, mosolyogtok egyet, és megy tovább. Visszanéz, és most írjátok meg persze, hogy nem lehet, hogy utálnak. Nyilván. Ezen is el kéne gondolkozni. Nem, látom a nőn, hogy megismer, dobna egy mosolyt, és kapcsol. Aha. És azt mondja, hogy nem adom oda magam ilyen könnyen, nem mosolygok, nehogy azt gondold róla. Ahogy a jó csajok is, és a híresség, mint a Horváth Éva, nem, mondják, hogy sokkal nehezebb pasizni, mert hogy félnek tőlük a pasik, és egyszerűen nem kezdeményeznek, nem mennek oda, pedig lehet, hogy nyitottak lennének. De a pasis is azt gondolja, hogy nem vagyok elég jó, túl jó, nem megyek oda. Én nem azt mondom, hogy túl jó, Pali, nem ezt gondolom, nem is ezt mondom, csak hogy tényleg nem. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy elfordítja a fejét, de szegély. Ez van. Ez szomorú valóság. Tehát akkor ért? Na, ez most nekem nagyon tetszik. Tehát, na, mire azért, tehát akkor azért nem mosolyognak vissza rám a jó csajok, mert ezzel azt akarják éreztetni, hogy oké, tudom, persze, tök jó pasi vagy, kívánlak is, nagyon bejössz, bármi megtörténhet, de csak azért se. Aha, na, de a kívánlak is, azt látod a szemükben? Rád nem hisz ezt próbálja meg álcázni. Ja, és milyen jól. Rád nem ezért nem mosolyognak vissza. Azért mosolyognak vissza, mindig mögéd néznek, hogy hol vannak a szüleid. Igen. Hogy eltévedtél az iskolából, vagy segíthet nekem. Én mindig aggódás. Ez szerintem lehet, hogy igaz, mert látok aggódást a szemükben. Igen. Hogy hol vannak a szüleid? Az anyai ösztöneiket felébresztem. Eltévedtél? Mi van veled? Már a hátizsákodat is elvettél. Gyere, merre veszlek kicsi. Bár oda venne. Jó. Tele már a poci. Nagyon éhes vagyok. Nem könnyű, gyerekek. Egyébként tényleg nem könnyű. A csajoknak jó ebből a szempontból. Tényleg egy jó nő, gyerekek, az arat egyszerűen. Főleg ilyen időben. Itt van a játékosunk. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello, bello. Hogy hívnak? Attila. Attila, hello Attila. Honnan hívtál minket? Most konkrétan Pesten vagyok, de egyébként Egri vagyok. Egerből, és most Pesten vagy. Mit csinálsz itt? Fuvarozok. Éppen most megyek egy céghez, és veszem fel az árut. Aztán megyek tovább következőhöz. Mész tovább. Jól van. Kivel szeretnél játszani, Attila? Veled, Balázs. Csuda jó válasz. Legyen ez. Én már buktam a hétem. Nem pont azért gondoltam. Ja, van valami elszámolni valónk? Nem, nincsen. Azt hittem, hogy már kérdésekkel készültél, a szeretem. Jani? Dehogyis. 3-2-1 fired! Na, itt vagyok. Kérdezel, vagy kérdezzünk? Kérdezhet nyugodtan. Mit szállítasz? Kenyeret? Éppen üres vagyok. Vasat fogok majd. Szálanyagot. Vasat? Hova viszed? Egerbe. És ott mit csinálsz vele? Ott leadom. Hova? Bos. A főnöknek? Tudom. A bosznak. A főnöknek. És mit csinálsz szabadidődben egyébként? Csajozol? Nem, motorozok. Ott a vége, nem. Fuss el véle. Nem csajozom, motorozom. Nem motorozok. Nem motorozok. Így van, igen. Nem. Igen, a csajozás témát akartam továbbvinni, ha már erről beszéltünk. Hát... Majdnem sikerült. Azért van abban még. Azért gyerekek, ne vonjuk meg magunktól, ami jár, nem? De figyelj, ezért nagyon automatikus volt ez a válasz. Van egy barátnőd vagy egy feleséged, akinek ezt rendszeresen mondod? Nem csajozom, motorozok. Igen. Nem, párom van, és ő tudja, hogy nem csajozok. Helyes, mióta van párod? 2 hónap, 3 hónap. Aha, az igen, még most ne is. Az egy friss dolog. Nem csak azért, mert vagy 2-3 hónapja. Hanem, hogy te egy ilyen típus vagy. Így van. A előző barátnőidet se csaltad meg? Nem. Nem éltél igazán. Motoroztál. Nem ért rá, igen. Jól van, figyelj Attila, ajándékcsomag nincs. Jó játszottál, itt a felénél jött egy nem, úgyhogy nem tudjuk megadni. Így van. Jó? Ciao. Köszi. Köszönöm szépen, sziasztok. Hello. Na. Gyerekek, kettő visszarántottad, még holnap eldőlhet a dolog. Bizonyám, így van. 2-2, a holnap egy döntőt játszunk. Jó? Egy perc múlva pontosan 7 óra, Ákos újra elmondja a legfrissebb híreket, mi pedig jövünk Ákos után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagyágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt
a Klassz FM-en. 7 óra múlt, pontosan 10 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, gyönyörű idő van, repülésre alkalmas idő, felszállási engedélyt megkaptuk. Hirtelen jött ez a dolog egyébként. Tegnap ilyenkor még azon filoztunk, hogy hogy jutunk le Tátra, a mi kis családunkhoz, Erzsékhez, hogy átadjuk nekik azt a bizonyos házat, amit ugye a hallgatóink segítségével gyűjtöttünk. És aztán megoldódott a dolog, hirtelen lett egy helikopter. Nagyon jó. Körülbelül durván másfél óra felé szállunk, és aztán 3-4-9 környékén landolunk Táton. Ha valaki esetleg szeretné tudni, hogy hol szállunk le, a Táti víztorony mellett. Így van. Tegnap szóltam a Lacinak, telefonáljon oda, és egy picit bontsák vissza azt a víztorony, nehogy gond legyen. Igen. Ha nehogy mi bontsuk. Ha nehogy mi legyük az, akik. Teljesen hirtelen jött az egész igazából, ami drága Oletics Imrénk, a helikopter pilótánk intézett mindent, és hát a szélszünk, akik megint kiváló munkát végeztek. A víztorony mellett szállunk majd le, és ott vár minket az egyesület elnöke, aki kocsival elvisz a ház. Gyerekek, 9 óra után pedig ott lesz az egész család, tűzoltó zenekar, a bécsi filharmonikusok. Így van. Tehát tényleg mazsorettek. De szeretem. Mazsorettek, az ötvös cirkusz. Az ötvös cirkusz mindenhol ott van, hiszen állandóan keresnek valahol egy állatot. Igen, az ötvös cirkusz megszökött mosómedvéje, akkor így mondom, ő is ott lesz, és átadjuk a házat. Nyilván tényleg nem arra kell számítani, itt most himnusz játszunk, tűzoltó zenekar zenél, pesgőt vágunk a házhoz, csak egyszerűen lemegyünk, mert mi is szeretnénk látni. Meg ez egy könnyű szerkezetes ház, tehát hogy azért ne dobáljuk pesgős üvegekkel, mert hát ha baj lesz belőle, aztán megint ne. Srácok, 2 hónapot megint csúszik az átadás. És 8 óra után pedig, hát ha valaki nem hallott, hogy hogy jutottunk el Erzsékhez, megmutatjuk magát a részt, az Erzsével való találkozást, amíg mi utazunk, ugye? Addig se maradtok műsor nélkül, magát a gyűjtést, a végeredményt, tehát 8-tól ezt hallhatjátok, majd Gábor kivételesen elmarad, mármint a rovat, Mr. Puliszka jön egy hét múlva, és utána 9-kor már újra élőben jelentkezünk majd Tátról. Ha valaki szeretne bennünket megnézni, a leszállás Táti víztorony. Így van. Már 9 óra előtt látható. Valamikor. Igen, 9 óra előtt valamikor ott landol a Morning Show. Kérjük valami látványelemet majd? A helikopterből? Persze. Nem bírom a repülést, úgyhogy semmit. Hát ilyen kis rakétákat alulról, nem? Vagy valami. Igen, hogy húzzon ilyen színes kondens csíkokat, egy nemzeti színűt, nem? Valami legyen, igen. Füstöt nyomjon, igen. Hallod, zöldfej, piros, fordulj már meg! Hát igen, ugyanaz a pilótánk, aki tavaly a repülésnapon, amikor ugye repültünk, és főnököt reptettünk, és helikopterre repültünk, és jöttek a hallgatók megnézni, és beült mindenki, és élőben közvetítettünk, akkor ugye, hát... vele repültél. Hát, igen, 3 nagyszerű esemény történt. János ugye egy ilyen kis lélekvesztőn, te ugye kiültél a repülőszállóra. Az volt 2 éve, így van. Igen, te meg akkor repültél velük. Igen, és akkor forgattak meg. Igen. És az volt, várjál, akkor volt, hogy emeltek. Akkor volt, hogy ugye lógok a repülő vagy a helikopter alján, de az nem működött az a gép, és egy ilyen kis géppel vittetek föl. Én sivítottam, akkor hangoztak el azok a szavak a számból, amelyek nem voltak adásképesek. Nem volt annyira adásképes. De később megbocsájtották. Igen. Igen, hát sok helyen sokféleképpen repültünk már. És ez most önmagában ugye nem is a repülésről szól, tehát nem csináljuk azt, hogy most közvetítünk repülés közben, itt vagyunk, helikopter, nem ezt csináljuk, most csak csupán szállítatjuk magunkat, és utána onnan jó, de jelentkezünk azért majd élőben. Jobb, mint hogy másodosztályú személlyel mennénk le. Elnézést, szóval ez a hely meg a mellett. Igen. A kalauz úr, nincs a jegyünk. Értse meg, átadni megyünk házat. És M0-ás Megyeri hídfelé Dunakeszi kihajtó baleset most, hatalmas torlódás lesz, multiplás küldte nekünk. 4-es főúton Hajdúhatházi leágazásnál Fejér Szeádból vakúznak a fiúkák, üzeni V. Az M5-ös autópálya 67-es kilométerénél egy ember sétál a belső sávban, a szalakorlátot mellette fekete, az alakorlát mellett fekete ruhában Spetya üzeni nekünk. Az M3-as Szélkálmán térnél nincs ülőhely, a Blaha felé így állok. Aha, jó, ez nem annyira értem. Ez is SMS-be jött, mindegy. Trafi Király Szent István belterületén 40-es tábla van. Ah, köszönjük szépen. Na, mi pedig elkezdtük egy érdekes dologról beszélni. Ugye jön a tavasz, az emberek bámulják egymást, a csajokat megnézik, mi férfiak. Állítólag a csajok is megnéznek bennünket. És hát az internet pedig tele van gyöngyszemekkel, mert hogy minden önmagát jó palinak mondó férfi, vagy hát nem is minden, de sokan csajozási trükkökkel árasztják el a YouTube-ot. És hát ez, gyerekek, ez számunknak öröm, és mi ebben fürdünk, mert hogy lehet válogatni. Fél, tanulni soha se késő. Igen.
csajozási tippek. Az első nagy sztárra néhány hónappal ezelőtt akadtunk, emlékeztek, ő volt a fonaljáró csávó. Igen. Hogy a, befűzöd a társas dinamika oktató. Igen, az társas dinamika, befűzöd a fejed tetejébe a madzagot, amit végighúzol a saját testeden, és mintha te azon lógnál. És ő mondta azt is, hogy nem adszultat a babakocsis nőn. Nem, hát nem térsz ki. Nem térsz ki. Tehát ha terhes nő jön, ha babakocsi jön, te nem térsz ki. Ha mozgássérült, nem, te mész egyenesen előre. Tényleg, babakocsi, tolókocsi az volt, nem térsz ki. Tehát véletlenül se engeded el a tolókocsit, véletlenül se engeded el a babakocsit. Ugye ő volt a fonáljárás nagymestere. Megszólaltattuk adásban, hát a beszélgetés inkább volt kínos, mint vicces. De kíváncsiak voltunk rá, hogy aki tényleg csajozási tippeket tesz föl az internetre, mégis milyen, ha élőben kell megszólalnia. Hát ő egy gyöngyszem egyébként. A megdöbbentő az, hogy vannak olyanok, akik elmennek az ő tanfolyamára. Uh-huh. Tehát vannak, akik tényleg súlyos 10.000-20.000 forintot fizetnek be, hogy meghallgathassák, hogy mi az a fonaljárás. És hát most is találtunk valakit, pontosabban te találtad, ugye? Igen. Kezdjük már ott, hogy mi az... Fent keresel ezeken az oldalakon. Közel lett az ötvezet, és beütötted a YouTube-ra, hogy Megadett és csajozási tippek. Vagy mi van, Ramones, és azért nézzük rá csajozási tippekre, hát ha hallunk valamelyet. Igen, hogy új Guts meg album, és aztán ezt dobta ki. De az egyik oldalon találtam, ott figyeltem fel rá, és hát például ugye a fonaljáros embernek tudható be ez a dolog, hogy azóta én is odafigyelek ezekre a különböző kis oktató videókra, hogy hát, ha megint előkerül egy ugyanolyan kis, ahogy Balázs fogalmazott, gyöngyszem, egy ilyen önjelölt oktató, aki elmondja nekünk, hogy hogy tudunk például jó becsajozni, hát ugye jön a tavasz, az emberek nagy részét, a férfiak nagy részét ez érintheti. Vagy csak leállhatni egy pillantást legalább. Meg a súlyos, a hátrányos helyzet, igen, meg igen. Hogy kiprovokáld azt a mosolyt, azt igen. A viszont mosolyt, amit eddig csak a foncsorba sikerült. Mondjátok meg nekem, ez egy magyar sajátosság, egyébként ugye a jó nők soha nem mosolyognak, és totális a rezenéstelenek. Tehát én ha jó csaj lennék. Egyébként nem vagyok rossz csak. Szerintem. Azt mondani, hogy mi az, hogy komolyan mondom. Engel is belenéztem a tükörbe, és arra gondolom, nem vagyok annyira rossz. Hogy én, ha jó csaj lennék, és én szép lennék, én biztos, hogy nem azzal tennék még rá, hogy totálisan mész vagyok, nem mosolygok senkire, és ha valaki, ne adj Isten, maga akár egy ronda pali is rám mosolyog. Megvető pillantásokkal undokul félrenézek, hanem felvarázsolnék reggel egy ilyen soha el nem múló mosolyt az arcomra, és magam köré tekerném a férfiakat. Magyarországon mi van? A de jó csaj... De ez nem túl debil reggeltől. Ja, ne, most nem így... Olyan csinos vagy, Gabi. Csinos vagyok, csinos vagyok. Úgy megfognám a seged. Nem erre gondolok. De hogy úgy tudod, ha egy csaj mosolyog, akkor egész egyszerűen még egy rondát is megszépít. De mit gondolok, hogy ez ha egy jó nő mosolyog, az meg gyönyörű. Hogy felkérés egy keringőre? Igen, tehát, hanem hogy azért, ő a táptalaj, tudod, azzal, hogy visszamosolyog, mert te rámosolyogsz nyilván, ő visszamosolyog rád. És a kis rondaság még végig gondolja a dolgot, vagy tovább gondolja. De tényleg így van, hogy egy kevésbé dekoratív vagy szép nő is nagyon sokat dob, ha tud mosolyogni. Én imádom azokat a csajokat, akik nem szépek, de mosolyognak, és hogy mondjak ellenük valamit. De hogy van az, hogy elmész egy szórakozó helyre, bemész a városba, elmész sétálni valaki, látsz egy jobb csajt, ugye most ki a jobb csaj, hát ez is ugye nyilván ízlés kérdése, de hogy az a büdös életben nem fog rád mosolyogni, hogy rád se néz, vagy ha rád néz, akkor egy ilyen megvető pillantást kapsz tőle. Nem? Hogy igen, mit akarsz? És nem marad egy kis nyugodott önbizalom. Most még kell. Igen, tehát én is megyek, hogy sokszor ránézik egy jó nőre, hogy azt hiszem, hogy na majd most akkor, most dob egy mosoly, tudod, learatom. A házas ember vagyok, ennyi jut. Ennyi azért még jutott. Hát azokat a megvető pillantásokat, amiket te jó nőktől be tudsz gyűjteni. Nem? Mit akarsz? Te kis nyomorult, te kis morzsa. Igen, és egyből úgy érzed magad, hogy Jézus Isten. Hát te összemész kicsire, és gurulsz tovább. Megint ide fújta valami szemetet a szél. Hogy van ez? De nagyképű a jó csaj. Tisztelet a kivételnek, mert hogy azért vannak jó csajok, hogy mosolyognak, de legtöbb jó csaj nem. Miért nem? Nagyképű arra, hogy ő szép. De arra vannak elszállva. Nem. Szerintem igen. Szerintem valamelyik tart attól, hogy tényleg tovább gondolod, és akkor beindul egy ilyen nem akart flört, vagy de, ilyesmi. De mi? Akkor mert annyira akkor tudja, tovább. Hogy minden férfinak egyre jár az. Ezért nem mosolyog, ezért vagyok mindenkire kicsit undok, és ezért vagyok olyan kicsit olyan megvető pillantásokat dobok mindenkinek. Nem, téged utálnak, viszont Feri. De most tessék, rátok a jó nők mosolyognak? Tehát aki igazán jó, mert én 10-ből 8-szor azt látom, hogy soha. De nem csak rám, utának a barátai megyünk valahova, a jó nő azért nagyon mi. Vonul a szórakozó helyen, vonul itt, vonul ott, tisztelet a kivételnek. Nem, így van, nem ez mindig, egy ilyen általános nem mindig, és én egyébként azt szívesen mondanám nekik, hogy most
tényleg nem azért kellene, hogy visszamosolyogjál, mert hogy akkor majd elmenjünk ide hátra a pult mögé, vagy a göngyölek hát közé, kicsit. És akkor bármi, esetleg még ez is benne le. De hogy egyszerűen csak azért, mert nekem, én is örülök igen. neki. Én is örülök neki, tehát egy tök jó pozitív visszajelzés. Meg rámosolyogsz valakire, és nem mosolyog vissza. Az olyan fura. Az egy picit fura. És most akkor bántott, hányszor járok így. Nem, én már tézek egy kocsiba, én mosolyog, átmosolyog hátat. Semmi, elfordulnak. Hallod? Hát akkor viszont tényleg el kéne gondolkozni. Jó, én ezt minden nap átélem. Tényleg? De nálad lehet, hogy az volt, hogy minden nap. Hogy jó van, jó, mit röksz, igen, fiát multipla, és akkor mi van? Ez legalább ki van fizetve. Rohadj meg! Rohadjál meg! Igen, te szemét, gyipes. Nem, tényleg így van. Amit beszéltünk a hírek előtt. Nem értem. Dára, csaj. Én megnézem. De én nem csak átnézek, jó egy kicsit, nem flörtön, csak egyszer megnézem. És így átnéz, és így vissza. A kevésbé szépeknél aratok. Aha. A nagyon csúnyáknál egész jó vagy. Maga vagy egy félisten vagy. De egy nő minél csinosabb, vagy minél szebbnek gondolja magát, annál undokabb. Basszus, ezt nem értem. Tudja, hogy szép. Igen. Tudja, hogy szép, és hogy annak szól. De vannak azért jócsajok, akik mosolyognak. Na, Jani talált egy tesztet, ami hát ebbe bele kell hallgatnunk, zseniális. Csajozási tippek. Adja ezt egyébként egy olyan férfi... Hát most mit mondják róla? Mondd-e. Felvezeti zenétől. A hajbatúrás dominancia teszt. Öcsisaj. Figyeljetek, ezek a szavakat, igen, hogy keresik, mi volt a fonaljárónál, micsoda? Társas dinamika. Társas dinamika, itt meg akkor ez a hajbatúrosztó. Figyelj, ez tudomány. Ez tudomány. Igen. Na, hajbatúrás dominancia teszt, ez így néz ki. Belehallgatunk egy kicsit. Teszt az egy úgynevezett kinoeszkalációs teszt. Hogy mi, bocsánat? Kinoeszkalációs. Végignézted a videót egyébként? Persze. Aha. Igen, nem mindent értettem belőle, például ezt a szót sem. Igen, jelentsen a szó bármit is, igen. Szaglászás tesztről ugye van szó, nagyon hasonló. Mert van szaglászás teszt. Úgy hívtuk, hogy a hajbatúrás teszt, amikor fogod egy lánynak, és a hajába túrsz. Áll mellette egy lány, akit most finoman megrángatott. Tehát a lány konkrétan könyvbe lábadt a szeme. Képzeljétek el egy nőt és egy férfit egymás mellett. A pasi egy ilyen márványkoptatott farmerban, egy két számmal kisebb zakóban, egy nem túl szép fekete inkben egyébként. És áll mellette egy csaj miniszoknyában, aki ő demonstrálja a hajbatúrás tesztet. Igen. És ugye? Egy picit egyébként az úriember, az azért nem egy ilyen slank alkat, picit azt hisz az ember, hogy a következő pillanatban dob rajta egy kaszáló csípőt már, mint a lányon. Tehát ott nem érzed azt a kis finomságot, meg látságot. Mert kicsit olyan előrelohalós ez a technika, nem? Tehát, hát, hogy ő odalép konkrétan, tehát hogy nincs az, hogy így valahogy oda kerül a nő mellé, hanem egy határozott lépés, beletúr, azt várom, hogy a fejét így hátra szorítja egy kicsit, és igen. Azonnal megtört. De most komolyan, tehát hogy itt valószínűleg az történt, hogy már megkapta azt a mosolyt, amit mi hiányolunk reggelenként. Tehát ők az elején már túl vannak. Képzeld el, a pékségben, az újságosnál nem tudom hol. Megvan a mosoly, odalépek, hajba túrok. Igen. Na figyelj, hajba túros tesz, hogy te tudod. Azt már elmondtam nektek, hogy a nyaktájék egy nőnél az egy nagyon érzékeny terület, tehát itt ez a rész. Na most, hogyha beletúrsz a hajába, azt mondjuk kombinálhatod a szaglászás tesztel. Ne, ezt nem hallottam. A Pali odahajult a csaj a nyakához, és beleszagolt a nyakába. Ez valaki komolyan gondolja, hogy ez működik? Hát szerintem. Ismeretlen nőnél? Kimegyek a folyosóra, az elsőn kipróbálom. Figyelj! Anyád! Rizses lecsó! A kedvenc! Tehát, hogy... De hogy most komolyan? De döbbenet, hogy ezekkel tele van az internet, és szerintem egyébként ezt fiúk megnézik, és ezt utána alkalmazzák. A Pali odahajol a csajhoz, megfogja a nyakát, beleszagol a nyakába. És csinálsz egy olyan kombinációját, amikor egy kicsit jobban beletúrsz, most erről mutatok, kicsit jobban beletúrsz, és egy picit, tehát finoman megmarkolod a haját, jó? Tehát nem durván, tehát nem az a lehúzott, hanem csak egy nagyon-nagyon picit belemarkolsz a hajába. Most ez egy... tudatalatti dominancia jelzés. Hát mi? Tudatalatti? Aha. Ki az a Domján László? Mi az az agykontroll? Na most, tehát egy tudatalatti dominancia jelzés. Hát tehát gyerekek. Hozé Szilva sehol nincs az agykontroll kitalálója. Igen. Nem? Igen. Tudatalatti dominancia jelzés. És ha már egy ilyen brazilos nevű fiatalembert említettél, innen már tényleg csak egy pillanat az, hogy könnyökkel rátámasztasz a szejcsonykára, és belerántod egy hizageribe a fejét. Hát, hogy azért basszus. Na, ez tudatalatti dominancia teszt. De mégis óvatos.
Jó? Tehát itt nagyon vigyáznod kell arra, hogy ezt nem szabad erősen. Jó? Tehát ez finoman. Vagy hogyha mondjuk biztos voltál már olyan szituációban, hogy a barátnőddel szexelt, és akkor elkapott titeket a szenvedély, és akkor jó. Mondja ezt egy kopasz, körszakálas, kinőtt zakós pali. A legszebb az egészben egyikén, akinek semmit nem hiszel el. És a csaj látványosan unja mellette és a dolgot. És a kislány nagyon unja mellette. Picit ez a biztos voltál már vele, te úgy. Igen, biztos voltál már vele úgy, hogy szexeltél a barátnőddel. Hát, megesik. Előfordul, de a hajába, és ez olyan jó érzés volt. Az is lehet, hogy mondjuk neked van hosszú hajad, és a barátnőt túrt bele, ugye, tehát annak van egy feelingje. Na most, ugyanígy, hogyha a lány már adott neked finom érdeklődési jelzéseket, akkor nyugodtan jöhet a hajba túrás teszt, amit legjobban a szaglászás teszttel tudsz kombinálni. Tehát, hogy amikor megszagolod, akkor beletúrsz a hajába, és egy picit, tehát csak ilyen nagyon finoman megszorítod. Nem kell tudni. Várjál, te ezt végignézted, Jani, egyébként? Persze, de nagyon élvezem. Tehát itt 10 perc arról beszél, hogy szorongatod a csaj nyakát. Így van. Azért az elsőre szerintem azt megnézné nő, amikor a diszkóba egy pali elkapja a nyakát, és nem? Nem szimpatikus. És finoman belehajolsz. De ő egyébként szaglásfetisista, azt nem tudom. És úgy szimatolod meg. Jó? Jó, nagyon jó. Itt megint csak kiváltasz a nőből egy ösztönös érdeklődési jelzést. Ez a csávó kutya volt előző életével? Vagy? Tehát ez a körbe szagolgatok azonnal mindenkit? Igen, árul, de az a vége az anyagnak, hogy lepisili, vagy mi? De figyelj, és az érdeklődés, amit kiváltasz a nőből, akkor ez itt mi? Tehát ki ez a hülye? Tehát, hogy most komolyan, tehát, hogy el tudjátok képzelni, hogy amikor találkozol egy nővel, és mondjuk mit tudom én, volt egy-két oda-vissza pillantás, látod rajta az érdeklődés, látod rajta, hogy nem utasít el. Odalépsz. A bemutatkozol? Azt mondta, hogy be kell mutatkozni? Nem, a szaglás az első hülye izé. Maradé, mi? Többen kérdezik, hogy ő a fonaljáró-e. Nem, ő nem a fonaljáró. Nem. Arról beszélünk, hogy az internet tele van önjelölt, igen, csajozási tippeket adókkal. Hát ő egy másik egyébként. Érzékelni fogod, igen. Hogy tetszik-e neki, vagy nem. Tehát, hogyha tetszik, akkor megérint, mosolyog, közeledbe marad. Ha nem tetszik neki, akkor itt fog vágni egy arckifejezést. Na jó, de jó? Én ezt nem akarom megvárni. Most menj oda, szorongasd meg a nyakát, ha bejön, bejön, ha nem, pofon vág. De előtte szabold meg. Mondjuk gyerekek, én kezdek a sráccal lenni, hát az igen. Összes macerát ezzel kiszűröd. Igen. Érted? Mert kiderül, aki ezt bírja, az első percben kiderül, aki ezt kibírja, azzal lehet valami. Ha itt ezek után pofon vágnak, akkor nyilvánvaló, hogy mész, és a következőbe szagolsz bele. Nem? Egyébként nincs vesztenivaló. Ezzel már azt tudod letesztelni, hogy itt már valahol a piramisnak a közepén állsz, hogy érdemes-e gyorsan kezdeményezned, vagy visszavenned a tempót, és szép lassan. Nem hiszem el, hogy ezeknek valaki elmegy a tanfolyamára. Én nem gondolnám, hogy ezt te megnézed, és azt mondod, hogy igen, itt van 50 ezer, taníts! Taníts! Nem. Hogy kell egy nő, egy ismeretlen nőnek megszorongatni úgy a nyakát egy szórakozója, hogy tuti, hogy pofon már. Ez azért van, mert neked nincs mit tanulod, te már a piramis közepén állsz. Tehát egyszerűen nem életszerű, nem, hogy nem életszerű, nem hinném, hogy ha én most vele elmennék szórakozni, ő föl tudna szedni bárkit is. De tényleg, nem? Hogy oda menne, jó dumát nyomna, fizetne egy mohítót, és a csajok zabálnák. Tehát ezzel a körbeszagolgatós, hajszorongatós tesze. Még erre a hajbatúrás is mindig mást hallok. Tehát, igen. Az a hajbatúrás teszt is nagyon kell fülelnem, hogy azt hallom-e, amire gondolok, vagy nem. Tehát amikor már letesztelted, nem tudom, intim zóna tesztel, puszi tesztel. Intim zóna teszt. Azért mondom, a itt puszi van. Teszt az angolul puszi teszt, vagy igen. Magyarul puszi teszt. Nem mindegy, hogy mi a puszi teszt, in English, vagy magyar. Van tehát, az intim zóna teszt, és a külföldi nézőknek pedig puszi tesztként apostrofálnám ugyanezt. Gyerekek elképesztő. Tényleg elképesztő. Az egyébként azt nem is sem volt rá időm azt megnézni, de az is szaglásból indul. A puszi teszt? Persze. Igen. Jó, szóval gondolom a puszi teszt, adsz neki két puszit. Jó, oké, nézzük tovább, még van a puszi teszt. Mit mond még? Érdeklődéseket, vagy úgy alapból látsz rajta érdeklődéseket, és olyan a helyzet, hogy bedobod mondjuk a szimattesztet, tehát a szaglásztesztet. Ez a csávó tényleg kutya volt. Ez előző életében egy dándog volt. Biztos, ez szimatteszt, szaglásteszt. Több száz bizsla lájkolta már az oldalát. És imádják a francia buldogok is. Igen, de tényleg. Tehát... Na, én... És azt kombinálod a hajbatúrással, és arra is érdeklődési jelzést kapsz, az azt jelenti, hogy a kezdeményezést felgyorsíthatod. Ilyen egyszerű. De hát akkor... Aha.
Na igen, ez már hagyjuk, mert ez a reklám része van. Akkor nincs más dolgod, mint a videó... Na és így. Nagyon jó. És nyomja. Vedd, ez így, csörög, vedd meg DVD 5000, hihetetlen. Elmész? Már elmentem. Ez, ez egyszerűen csodálatos volt ez a videó. Egyszerűen csodálatos. Mennyi mindent tanultunk megint. Nem két oda... út között, vagy két ember között a legrövidebb út a szaglás. Ja, hogy van? De abban egyébként van valami. Tehát abban van valami. Pont most jelent meg valamelyik oldalon egy cikk, hogy te férfiként, nőként ugye megérzed a feromont, és érzed, és ha te ránézel egy nőre, akkor ugye, ha te őt megkívánod, az azt jelenti, hogy az órod már bizonyos szagokat észlelt, illetve a tudat alatti, tehát nem arról van szó, hogy jó a parfüm illata, hanem érzed a feromonokat, működnek a hormonok. Tehát te szaglás iránt kezdesz el egyébként tetszeni egy nőnek, és éppen fordítva. Tehát neked, ha bejön egy nő külsőre, nem tudod, hogy mitől jön be. Az állítok azért van, mert hogy érzi az orrod, és a tudat alatt azokat a hormonokat, feromonokat, amit mondjuk áraszt magából egy nő vagy egy férfi. És ez van valami, de ez nem az, hogy körbe szagolgatom egy szórakozó helyen, miközben erősen szorongatom a nyakát. Tehát ezért a kettő nem ugyanaz. Az a baj, hogy nálunk kevés a nő, de én rendszeresen érzem azt, hogy amikor az Ákos bejön például a stúdióba, szinte felök le a tesztoszteron szintjével. Mindig hátra kell csúsznod. Igen. Igen, na mindegy, hát ez nagyon jó. Jó, drága hallgatók, írjatok nekünk kísérleteket, jó? Villamoson átnézés, rámosolygás, autóból rámosolygás, mit mondott? Oda mentél hozzá, megpróbáltál vele ismerkedni, átnézett feletted, és köszönt a barátjának. Tehát olyan pillanatokat várunk, amivel ugye most hát tele van a világ, és minden nap megtörténik, jön a tavasz, vetköznek így a csajok, mindenki mosolyog, mindenki elkívja, a jó nő vagy, mert akkor szerintem kevésbé, ugye? És kinek milyen tapasztalata van? Mi történt az első puszi, az első szaglás, illetve az első puszi szaglás. A nagy-nagy puszi teszt, így van. 7:30 pontosan. Egy perccel jövünk Ákos hírei után. 3:48 lesz pontosan 7 perc, szóval a percek múlva indulunk, gyerekek. Muszáj, mert hogy még innen kiérni a budaörsi reptérre, az is idő, aztán ott még megtalálni a helikoptert, nehogy rossz járatra szálljunk, nem, és elvigyenek Kalocsára, érted? Jó hely Kalocsa, csak nem oda megyünk. Szállnak le, főleg a helikopterek, meg kell találni a járatunkat, és aztán 9 előtt landolunk a víztorony mellett. Bizony, nagyon kell vigyázni, hogy ne egy másik víztorony mellett landoljunk. Igen. Kiig csajozunk? Tessék? Kiig, ami kiérünk a reptéren, az egy a mosolygós. Egy éve nem volt mosolyom, úgyhogy gyerekek, én velem rossz lóra tesztek. Janit, bedobjuk rá, biztos. Én velem megyek. De gyerekek, nálam zéro. Zéro. Az utolsó egy évet az öt kezemen, ja, annyi nincs, az öt három lábamat meg tudom számolni. 10-ből 8 mondom, elfordul. El kell azon gondolkoznom, hogy öregszem, vagy újra melíroztatnom kéne, nem tudom. De ugye, azért mindenek megvan a határa. De hogy velem nem jártok jól. Velem nem jártok jól. Hol találkozunk csajjal útközben? Hát úgy érted, hogy a piros lámpánál átnézel. Ja, mert csak gondoltam, hogy a biztonsági őr kislány most nincsen bent reggel, neki el tudnánk keresztelni mosolyt, de neki hivatalban morcosnak kell lenni. Igen, nem, már találkoztam vele, mert egyszer most, ugye most taxival járok, és én is az ajtól jövök be, én eddig sose láttam, mert mindig a másik oldalra. Ők egy tök mosolygós, helyes csaj egyébként. Csak neked nem szól, Jani, a mosoly. Ezek szerint. Hallod, rámosolygott. Lehet, hogy átmögöttem valaki. Nem tudom, az utóbbi egy évben már simán arra gondolok, hogy biztos állnak mögöttem. Budai rakpart befelé áll, mint Katyiba a gyerek. 81-es főúton Sörödnél ismét trafi, fehér civil autóból mérnek Matador küldte nekünk, M0-ás a Megyeri híd felé az M3-astól áll baleset miatt, ezt pedig Gábor küldte, köszönjük szépen. Na, hát mi meghallgattuk ugye a csajozási tippeket egy újabb önjelölt, nem azt mondom, hogy őrültől, de egy csajozó géptől tulajdonképpen, és... Mr. Nózitól. Mr. Nózitól. A szaglás fetisisztától. Igen, a szagolgas körbe szimatold meg, csináld meg a nagy puszi tesztet, markolja hajába, csupa-csupa érdekes dolog, de hát ha valaki kezdő, akkor akár ezt is ki lehet próbálni. Éppen most próbáltam a buszon a hajbatúrás tesztet egy szimpatikus hölgyen, de sajnos a férjemben és olyan baflást adott, hogy szikrákat látok. Üdvözlöm a videós oktatót, Jóci küldte nekünk. 42 éves Jócsaj vagyok. Nézőpont kérdése, és igenis, én még mindig mosolygok. Tereiné Csonka Mária a Facebookon megnézhettek, és döntettek. Szép napot, tavasz. Már megyek. Keresem, én is. Nézzétek meg. Mosolyogtunk egymásra villamoson, majd elővettem a nagy kijelző számológépem, és beírtam a számom. Ránézett, elmosolyodott, és beírta, sose hívott, utána néztem, hogy elírtam. Hát az igen. Odaléptem a csajhoz a villamoson, megszagoltam a nyakát, pofon vágott, elkaptam a haját. Most mit kell csinálni? ott állnak a kombinón a plahára. Igen, visszamosolyog. Valamit csináljál, mert igen. Gyorsan szagold meg még egyszer. Hát, ha kevés volt a szaglás tesz. Igen.
Fiúk, miért nem mosolyognak a jó nők? Hát az ilyen idióták miatt. Szerintetek már félnek kijönni az utcára. Jaj, szegények. Uh-huh. Szegények. Hát ez szörnyű lehet egyébként. Borzasztó lehet nekik bent. A leeresztett redőnyök mögött ott egy sarhúban. Igen. Szűkölni. Szűkölni, igen. Nem tudunk kimenni az idióták miatt az utcára. Ültem a villamoson, eszembe jutott egy picit vicces sztori, elkezdtem picit mosolyogni, a velem szemben ülő pasi azt hitte rámosolygok, felbátorodott, beszólt, hogy nagyon szép vagy, elkezdett volna beszélgetni. Igen, szerintem ettől félnek inkább. De egyébként én amikor beszélgetek jó csajokkal is, egy kicsit mészek és valahol találkozom, mert hogy annyian nyomulnak. És mondom, figyelj drága, gondolj arra, hogy egyébként 170 kilós lennél, reteltesen oda, még büdös is. A kutya nem nézne rá. Miért nem örülsz, hogy szép vagy? Gondolj erre. De hogy ez mekkora, mert mindenki oda akar jönni, mondom, figyelj, és ha ronda lennél, nagyon kövér, és izé nem, akkor nem jobb így. Nem, de nem így van egyébként? Dehogy nem, dehogy nem. Szörnyű teher egyébként, hogy túl jó csaj vagyok, mindenki ismerkedni akár, örülj neki, hogy szép vagy, mosolyog. Hát ez egy eszköz, amivel lehet élet, nem kell elszállni, nem? Hogy most akkor de nagy lehet, szép hogy ez vagyok. A valamiért mindig sírni kell? Tehát ha jó nő vagyok azért, ha rossz, akkor azért. Hány olyan nő van, aki örülne annak, ha valaki rámosolyog? Nem? Persze, meg egyébként meg az, hogy csinosan meg szexin felöltözködnek, akkor tudnom kellene, hogy az csak a jó pasiknak szól? Tehát, hogy hogy hívjákoknak, a kicsit lepattantabbaknak, a kicsit kevésbé kigyúrtaknak, kevésbé jóképűeknek, kevésbé szolizottaknak. Nem szól. Nem szól. A jó pasiknak meg szól. Aha, ezt tudni kéne. Igen. Hello, Bali, tegnap a taxiból rám mosolyogtál a taxiból. Ennyire ronda vagyok. Én voltam ennél a fickonál 20 ezerért egynapos csajozós tréningen, ne hívjatok. De kár, pedig milyen szívesen felhívnám. Elég annyit írsz, hogy bejött vagy nem. Igen. Na, gyerekek, játszunk gyorsan egy Óven bácsit, aztán induljunk, mert lekésünk a játékot. Jó, így jó? Van, meg egy csomó szagolgatni valunk is, még útközben. Igen, tényleg, tehát hogy... Igen. Siessünk. Itt van a játékosunk már is, Óven bácsival és Berulinivel játszunk. Nem gond, ha nem vágod a párologtató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakok vidám szomszédai. Óven bácsi és Berulini a párafarm csalogányai. Valaki kérdezi, hogy fogjuk-e közvetíteni a házátadást? Hát persze, azért megyünk, de ne ünnepi beszédre számoljatok, vagy számítsatok, ne, nem az. Tisztelt egybegyűltek! Igen, örömmel értesítjük önöket, hogy megtörtént a házavató. Átvágjuk azt alakot. Tehát, hogy nem ilyen lesz, csak lemegyünk, beszélünk a család, és elmondjuk, hogy milyen a ház. Hát, idézőjeles a házavató. Valójában egyébként ők tényleg most költöznek be, ma költöznek be. Nem volt eddig még senki a házban. Közvetítjük, de hát nem lesz azért közhírét étetik, nem? Tisztelt lakosság! Átadom a szót a téti polgármesternek. Polgármester úr, jöhet a beszéd. Köszönöm a átadott szót, átveszem. Egy kettő. Szól ez most? Irénke! Marika! Ízlet, meleg a víz is. Szóval nem ilyen lesz. Nem jött még meg az EU-s pénz. Igen. Halló, jó reggelt. Ádám, hello. Szia. Hello, Ádám. Itt lennél, most beletúrnék a hajadban. Nagyon jó lenne. Ugye? Ez ma nagy szaglást tesz. Ma mindenkit körbe szimatolgatunk. Ádám, honnan hívtál minket? Siófokról telefonálok. Siófok? Oh. De mit csináltok télen Siófokon? Ezt a hülye sztereotíp kérdés. Mit csináltok ott? Van ott élet a Balatonon? Hogy éljétek túl azt a három évszakot? Mivel foglalkozol, Ádám? Építőiparban dolgozunk, jelenleg Siófokon dolgozunk. Dolgoztok. Jó. Uh-huh. Miért vagy marcos? Picit azt érzem, hogy marcos. Ránéztél vagy. Egy jó csajra és nem mosolygott vissza? Nem vagyok marcos egyáltalán. Nem? Már csak olyan kis, igen. Van, aki segít, egyedül vagy? Egyedül vagyok. Egyedül vagy. Jó, van, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Beru néni. Jó, okay. Figyelj. Ők is jönnek a ház átadóra. Ez az? Bizony. Egy ilyen kis saját maguk által épített kis mini makett helikopterrel. Igen. Na figyelj, mutatjuk, hogy mit énekelnek. Sorozatot néznek, annyit segítünk, jó? Oké, figyelek. Figyelj, mutatjuk, rövid lesz. Oh. Hát ez elég könnyű. Na, ne, ebből ne csináld. Szupercsapat. Tényleg? Atya úristen. Mutatjuk, hallgass meg, a szupercsapat. Emlékeztek? Nem. Nem? Semmi. Semmi? Mi legalább egy részt láttam belőle. Jaj, egy ilyen nagy aranyláncos csávó volt. Fuxos, igen. Fekete, műszerű, Mr. Hogy hívják a... Mr. Wayne. Rossz fiú. Az, vagy rossz fiú, igen. Mr. T. Ádám, ügyes vagy, ez nagyon gyorsan, mert megvan az ajándékcsomag, gratulálunk. Köszönöm szépen. Nézted, szeretted?
Hát nem szerettem, de néztem. Maradjunk annyiban. Nem volt más, vagy nem engedtek felállni a tévé előtt? Vagy hogy nem szeretted, de nézted? Hát nem volt más inkább. Nem volt más. Hát akkor még az ember nem tudott szabadon válogatni. Igen, vannak sorozatok, amiknek ez a... Igen. Kulcsa. Van egy klassz kis ajándékcsomagod, ezt küldjük neked, jó? Passztartó van benne, baseball sapka, és van egy szép klassz FM-es bögre is. Köszönöm szépen. Jó? Jó utat nektek. Köszönjük szépen, ciao. Szia. Hello, hello. Bearanyoztam a lapját. Csabi érkezik hozzánk nem sokára, és ő veszi át itt a stafétabotot. Fél kilenc környékén szerintem ránk csörök, hogy megtaláltuk-e a megfelelő helikoptert, és jó járatra szálltunk-e. Nálad a BKV bérlet? Természetesen nálam van, és két tartalékjegy. Úgyhogy Csabi konferálja majd az anyagokat, és ő lesz, aki itt van a stúdióban. 8 óra után, ahogy már mondtuk, ugye megmutatjuk újra tulajdonképpen az egész, hát hogy is mondjam, mint az egész történetet. Hát ahogy eljutottunk magát idáig, a történetet, igen. Ahogy eljutottunk igen. Idáig, hogy találkoztunk Erzsivel, mit mondott Erzsi az első hármasugrás játék után, hogy kezdtünk neki gyűjteni, kik szálltak be a gyűjtésbe, és végül is hogy lett ebből ház, miért könnyű szerkezetű, miért ezt választották Erzsiék. És hát az egész történetet meghallgathatjátok újra. 8 és 9 óra között, két részre bontva, fél 9 környékén, ha minden igaz, egy rövid bejelentkezés a helikoptertől, és aztán 9 után már újra élőben. Tátról a víztorony mellől. Mögül, felül. Így van. Jó, úgyhogy zenélünk egy picit, aztán Csabi jön már 8 óra után. Jó? Ebből következően egyébként Gábor sincs ma, hogyha valaki esetleg nem hallotta, akkor azok a kérdések, amiket erre a hétre vártunk tőletek, az jók lesznek, kompatibilisak a jövő héttel kapcsolatban, és Gábor ma nem jön, úgyhogy fél órával többet tud expanderezni a tükör előtt. Ti pedig fellélegezhettek, húsevők. Kinek az autójával megyünk? A Laci van egyedül olyan autóval. Gyerekek, meg majd nincs autónk. Abba beférünk. A Laciéba beállhatunk. A Ferinek hát, hogy lenne az enyém két személyes, nekem a Laci nincs autó. De a Laciéba nem férünk be. De miért ne férnénk be? Egyébként négyen vagyunk. A Laci, te. Laci, te, ő, én, te, ő. Ja, az is igaz. Négy. Erős csapat vagyunk. Aha. Négyen egy autóval. Nincs autónk se. Azért ez kemény. Csabi, hello! Szavaztok. Hello! Beletúrhatok a hajadba? Hello. Picit, ha egy finom ide. Jó, futottam, hogy ide érjek. Látjuk, meg is ízjattál. Komolyan, hát is. Amikor rendesen jövök, normál időben, akkor ez egy 25 perc. Most 45. Igen, mert viszik iskolába. Gyereket 8-a. Jól van. 8 után akkor komfort az anyagot, fél 9 környéken csörög ránk, hogy hol vagyunk. Jó? Mi hol mentek? mi van? Kik vagytok, és miért kell ilyen korán mit lennem? Jól van. Ne lehet, hogy nálunk is ugyanazok a zenék vannak, mint nálad. Így van. Csabi jön tehát 8 óra után, mi pedig jelentkezünk nem sokára, jó? Jó utat! Köszi, szevasztok! Ciao, ciao! Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. Végre valahára én is az éter nagyágyúja lettem. Babaházi Csaba vagyok, szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Hát igen, Balázs, Feri és Jani elindultak Budaörsre, éppen autókáznak. Nem könnyű egyébként autókázni ilyen korán reggelben a városban, most már én is tudom. Arra is emlékszem, hogy néhány hónapja éppen a Sibrik Miklós felüljáron jöttem. Szintén hatalmas dugóban ott ücsörögtem. És akkor éppen a hármas ugrás zajlott itt a Morning Show-ban, és jelentkezett egy bizonyos Erzsi, akiről így valahogy kiderült, hogy nincs annyira jó kedve, és hát persze Balázsék elkezdték faggatni, ahogy azt szokták, és aztán elmesélte, hogy micsoda tragédiát élt át a családjával, hogy leégett a házuk, hogy igazából most nincs lakhatásuk, esélyük sincs arra, hogy a régi házukhoz hasonló szinten éljenek, és aztán a Balázséknak persze, ahogy az ilyenkor lenni szokott, beindult a fantáziuk, hogy hogyan tudnának Erzsin segíteni, gyűjtést szerveztek, intézkedtek, telefonálgattak, és persze szinte mindenki, ha jó úgy mellé állt, az egésznek a kimenetele az, hogy Balázsék éppen úton vannak Budaörsre, ott felszállnak egy helikopterre, és aztán onnan mennek Tátra, ahol Erzséknek egy vadonatúj házat fognak átadni. De hogy jutottunk el eddig a pontig, azt fogjuk most meghallgatni ebben az órában, jön tehát az összefoglaló első része. Erzsébet vagyok, Tátról. Erzsi, hello Erzsi, jó reggelt. Hello. Tátról. Szia. Erzsi, mit csinálsz éppen? Dolgozol? Nem, a kisfiammal itthon vagyok. Kisfiadal otthon vagy, mennyi idős, hány éves a kisfiad? 2,5 éves, Noel. Nem mondod komolyan, tényleg? Tényleg. De jó. Ez szép, nem olyan ismerős. De jó. Valahonnan olyan ismerős. A nagyobbik pedig benne itt, nem? Igen, te vagy az, Viki. Még a 2,5 éves az nem stimmel. Egy gyerek van? Több gyerek van? Négy. Atya Isten, már 4 gyerek. Isten. Azt a mindenségre. Mekkora a legidősebb?
18 éves. Ó, hát ott az igaz az, hogy a legnagyobb segít már a legkisebbnek, ez működik? Igen. Otthon él a legnagyobb, vagy? Igen, igen, itt van még. Minden rendben van? Olyan fura a hangod egy kicsit, igen. Hát mert sajnos nekünk nem kezdődött jól a 2015-ös év. Na, mesélj kicsit, van egy kis idő, nyugodtan elmondhatod, mi történt? Múlt hét szerdán leégett a házunk. Jézus várja. Most anyukámnál élünk. Úgy gyulladt ki a ház, hogy otthon voltunk, de nekünk semmi bajunk nem lett, viszont az egész ház leégett, tehát teljesen. Atya úristen! És hol laktok most? Hát anyukámhoz költöztünk hatan. Hát a négy gyerekkel, te a párod, hát azért az nem egy egyszerű élethelyzet. Volt ott hely, vagy meg tudtátok oldani, hogy most legyen fedél a fejetek fölött? Hát ez egy ilyen ideglenes. Itt vagyunk, de most máshova nem tudtunk menni. De akkor gondolom, hogy se ruhátok, se semmi, hát akkor nyilván bent éget minden. Így van. Sajnos. Nagyon, ha ki Jézus már. De mi történt? Ki? Vagy mit mondanak a tűzoltók? Hogy mi történt? Hát a tetőgerenda gyulladt ki. Kéménynél valami. A fűtés. Aha, tehát a fűtése van, és leégett az egész ház. Igen. Te jó Isten. Hol voltál, amikor ez kiderült? Riasztottak? Vagy otthon voltatok? És otthon voltunk, hívtuk. Három tűzoltól jött, de már sajnos már nem lehetett semmit se. Atya Isten, tulajdonképpen az ember végignézi, hogy leég a háza. Igen, tulajdonképpen így van. Aha. Hány év munkája? Hát rengeteg oda? Sok. És akkor most mi a terv ilyenkor? Tudom, hogy ez egy nagyon rossz kérdés, de nem tudom, akkor biztos nem álltok úgy anyagilag, hogy most rögtön bele lehessen fogni valami új keresésébe, vagy építkezésbe? Hát ez így van, sajnos, még nem tudjuk, hogy mi lesz. Hát elég szűkösen vagyunk, úgyhogy ez csak ilyen átmeneti megoldás, meg anyukám nagyon erős szívbeteg, és hát a gyerekek azért neki nyugalomra lenne szüksége, meg sok pihenésre. Mi az, ami most itt tartja benned a lelket? Vagy mi az, ami egyáltalán erőt ad ahhoz, hogy te ezt itt tud folytatni? Hát a gyerekek, semmi más. Ők mit mondanak, vagy mit kérdeznek? Vagy hát mit tudtok nekik mondani? Még a pici is sokat sír, hogy leégett a ház, tehát elmagyarázza, hogy a játékai ott voltak, minden. Mekkora a gyerekek? Van egy 18, van egy 2,5, ugye 4 van, tehát a kettő középsőt nem tudom. Egy 14 éves fiú, meg egy 9 éves lány. Hogy vannak? Hát, nehezen viselik nagyon. És mi a kiút? Vagy mit láttok? Mert ez most annyira reménytelennek tűnik így hirtelen, hogy nyilván azért ültök este a pároddal, próbáltok a dolgot elemezni, megbeszélni, hogy így hogyan tovább? Elég kilátástalan, nem tudjuk mi sem, hogy hogyan lesz. Tehát nincs egy út, nincs egy lehetőség most, ami megoldást nyújtana? Nincs. Sajnos. Se egy ismerős, se egy barát, se egy kiadó ház, se egy kiadó lakás a környéken, semmi? Egyedül anyukám, akire most itt számíthatunk, hogy ugye nála tudunk meghúzni magunkat, hogy mégis tető lesz a fejünk fölött. És rokonok, barátok, ilyenkor nyilván az ember ezt így átgondolja, nem arra gondolok persze, hogy az embernek vesznek egy házat, nyilván nem erről van szó, de hogy nincs senki a környezetetekben, ne adj Isten, aki esetleg tudna valamilyen segítő kezet nyújtani? Hát nem nagyon, az a baj, hogy nem nagyon, tehát nincs ki, nincsen senki. Mi az, amire most nagyon gyorsan lenne szükségetek? Építőanyagra. Építőanyagra, tátot mondtál? Igen, tátot. Tehát, nem hiszek a véletlenekben egyébként. Én azt gondolom, hogy talán ez érdekes, hogy neked van erőd egyáltalán játszani ilyenkor. Tehát, hogy számomra ez teljesen meglepő, hogy az ember ilyenkor erre gondol, hogy betelefonál, de hát ugye szokták... Talán nem is a játék a fontos ebben, hanem egy kicsit, igen, hogy ezt el tud mondani. Igen, van ilyen mondás, azt nagyon szeretem, hogy a véletlen az ugye Isten lehetősége, hogy láthatatlan maradjon. Tehát, hogy tulajdonképpen te betelefonáltál velünk, találkoztál, ez egy rádióműsor, hát azért ez talán nem véletlenül történt. Hát sokat szoktunk azon gondolkodni, hogy azért így kinek segítsünk, meg csinálunk ilyet egyébként évben. Sokszor arccal rádió műsor mögött, sokszor pedig arctalanul. De hát akkor ezen gondolkozzunk el, hogy tudnánk neked vagy nektek segíteni. Mekkora az a hely, ahol most laktok anyukánál? Hányan vagytok ott most akkor? Hát most anyukámmal együtt heten vagyunk. Heten. 65 négyzetméter. 65 négyzetméter éltek. Heteni, 2,5 éves gyerekkel. Te jó Isten. És azt tervezitek, hogyha esetleg lesz építőanyag, akkor a leégett házat renováljátok? Hát azt sajnos el kell dózerolni, tehát
újra kell kezdeni. Tehát gyakorlatilag egy házat kell építenetek az alapoktól kezdve. Igen, sajnos. Ó, de kemény. Ott mondjuk egy ilyen kisebb családi ház milyen árban van? Nem ismerem ott az ingatlanokat, hanem csak egy kíváncsiságban nyilván megnéztétek, hogy milyen lehetőségek vannak. 64-5 millió körül. Aha. 4-5 millió forint. Hát ez nem is egy akkora összeg. Azt hittem, hogy drágább. Hány kilométer? Ez Pest megye, ha jól tudom, ugye? Komárom-Esztergom megye, bocsánat. Tehát 4-5 millió forint környékén ti már tudnátok venni magatoknak egy olyan házat, ami esélyt adhatna az újrakezdésre? Igen. Mert ugye itt az újrakezdésről van szó, hát ez még az embernek nincs hova menni, addig nem is tudja újrakezdeni. Tehát újrakezdeni akkor lehet, ha egyáltalán hol, nem? Tehát ez talán a legfontosabb. És a párod közben próbál dolgozni, vagy próbál visszatérni a normál kerékvágásba? Persze. Figyelj, Erzsi, gondolkodunk, jó? Jó. Szerintem ez a dolog megoldható. Egyrészt ismerjük a mi saját hallgatóinkat. Kettő, tudjuk, hogy hallgatnak bennünket olyanok is, akik sokszor segítenek, hallgatnak bennünket olyanok is, akiknek lehetősége van segíteni. Talán nekünk is van lehetőségünk segíteni, úgyhogy próbálunk is találni valakit. Gondolkozunk, adás után beszélünk itt a srácokkal, és akkor holnap erre visszatérünk. Lehet, hogy visszahívnánk holnap. Mi lenne a nagyobb segítség, ha építkezni tudnátok, ha esetleg, ne adj Isten, mondjuk megpróbálnánk ezt a pénzt nektek összeszedni, és mondjuk be tudnátok költözni valahova. Nem gondolom, hogy azért kérdezhetem ezt, mert az emberi helyzetben akar válogatni, csak kérdezem, hogy nehogy olyan úton induljunk el, hogyha mondjuk nektek más van a fejetekben. Nyilván minden segítség jól jön. Így van, bármilyen segítség jól jön. Hát gyerekek, a lecke fel van adva, nem? Fel. Ezt nem hagyhatjuk annyiban. Valamit csinálnunk kell, meglátjuk, hogy mit tudunk csinálni. Jó? Jó. Lehet, hogy a pénz, lehet, hogy az építőanyag, ha építkezni akarnak és nem házat akarnak vásárolni, akkor lehet, hogy az építőanyag mondjuk egy nagyszerű vállalkozó esetleg bejelentkezni mondjuk annyi téglával. Szerintem olyan jó tenne az országnak egy ilyen történet, egyébként azon gondolkozom, hogy annyi minden rossz történik külvilágban, Franciaország, Párizs, de tele vagyunk negatív dolgok. Én nem is tudom, hogy történik-e valami igazán pozitív mostanában, nem sok. Ugye? De hogy milyen klassz lenne, hogy ebbe a történőbe így belefutottunk, és egyébként nagyon helyes volt, nagyon szimpatikus volt, hogy nem ő kezdte elmondani, te kérdeztél rá a hangjára. Igen, egyébként lehet, hogy nem is tudtuk volna meg. Erzsi betelefonált egy kis ajándékcsomag, pici öröm a gyerekeknek, soha ki nem derült. Tehát teszettet ki belőle. Még kicsit mérgesek is lettünk volna, hogy játékos, miért nem tud örülni? Hogy miért nem tud örülni, közben úgy beszél, hogy leégett a háza. De hogy azon gondolkozom, hogy milyen jót tenne az országnak egy ilyen történet, nem? Ahol úgy azt érzed, hogy kicsit mindenki hozzátesz, aki tud, és mondjuk 2 hónap múlva egy olyan történettel tudunk előállni, amiben mindenki kicsit hozzátett, innen jött egy vállalkozó, beletette ezt, onnan jött te azt, mi adtuk a nyilvánosságot, mi beletettük ezt, jön 3 vállalkozó, jön nem tudom, 2 nyílászáróval foglalkozó cég, és 2-3 hónap, 4 hónapon belül mondjuk fölépül egy ház. Hát ez ilyen pozitív történet, nem? Mennyire jót tenne mindenkinek, bizony, leginkább a lelkének. Szerintem főleg azoknak, akik mondjuk segítenek, hát nyilván annál meg nincs jobb. Itt már nagyon sok felajánlás jön, gyerekruha, fuvarozás, cipők, tehát ezeket mind továbbítjuk természetesen, ezek jók, hogy jönnek, nagyon szépen köszönjük. Ha lenne bankszámlaszám, akkor nagyon szívesen segítenénk, ruhakönyv, konyhai eszközök, további szükségletek, felajánlások mellett, ez Johnny küldte. Új ruhákat szeretnék küldeni, adjátok ki a címet, ezt Feri üzente. Aztán szeretnék kapcsolatba lépni a Táti családdal, szeretnék nekik ruhákat vinni, akár személyesen vagy postán, nem tudom, hogy van erre lehetőség, ha tudtok, segítsenek. Van, aki tévét ajánl fel, aztán van, aki azt mondja, hogy ha megépül a ház, vagy vesznek, vagy tudnak venni, fel kell újítani, akkor meleg bulkolattal segítenek, laminált padló, PVC padló, szőnyeg padló, rengeteg minden. 50 000 forintos felajánlás, 100 000 forintos felajánlás, ingyen gépészeti felajánlás, tehát gyerekek, igazából ez most így nem tűnik lehetetlennek, hogy egy ország összefog, és azt mondja, amit egyébként egy hallgatója nagyon tetszett, amit mondott, hogy ez az ország Jézuskája. Itt van velünk Esner Tibor, a Városunkért Egyesület elnöke. Tibor, jó reggelt kívánunk, hello! Elhúztok, jó reggelt! Jó reggelt, jó reggelt! Jól mondtam, hogy ti már ezt a számlát ugye megnyitottátok, amikor a ház leégett, ugye? Hogy próbáljátok valamilyen úton, módon segíteni. 8-án már hallottuk ezt a történetet, hogy szegényeknek leégett a háza, és akkor elindult egy ilyen kör e-mail, hogy hát valamit találjunk és segítsünk. És akkor rögtön aztán megbeszéltük, hogy akkor nyitunk egy alszámlát, az Egyesületnek egy alszámláját, kimondott ennek a családnak a nevére. Tehát senki nem férhet hozzá, én vagyok az egyetlen aláíró. És akkor úgy beszéltük meg, hogy akkor elindítjuk a gyűjtést. Mi nem tudtunk arról, hogy az önkormányzat adott mondjuk 20 000 forintot, vagy bármilyen összeget is, teljesen magunktól ezt elindítottuk ezt a dolgot.
És most ott tartunk per pillanat, hogy van 200 ezer forintunk van, ami már eddig összejött, és plusz még van vagy 6-8 ezer forint, ami készpénzben a lakosok odaadtak, amiről mindenkinek természetesen bizonylatot adunk. Na most, ha cégek fizetnek be pénzt, azoknak tudunk adni olyan igazolást, amit elszámolhatnak. Magánszemélynek sajnos nem, mert nem vagyunk egy ilyen non-profit egyesület, mert afelé törekszünk, de hát még nem vagyunk azok. Viszont a cég az le tudja ugye adóból vonni, tehát elszámolható. Így van, elszámolható. Jó, Tibor, ami a legfontosabb nyilván, hogy ugye gondolom már hozzád is eljutott, hiszen tegnap hosszasan beszéltél te is a Julival, ami szerkesztőnkkel, hogy ugye nekünk fontos az nyilván, hogy tudjuk ezen beérkező összegek biztonságát garantálni, hogy akkor azt te tulajdonképpen meg tudod ígérni nekünk, hogy akkor ehhez csak te férsz hozzá, és meg tudod mutatni, hogy még egy hónap múlva azt mondjuk, hogy igen, lezárjuk a dolgot, akkor mi történt a számlával, nem volt kivét, ennyi jött össze, bemegyünk együtt, kiveszünk, és akkor onnantól kezdve bonyolítjuk a dolgot. Jól értem, hát, ugye? Én ezt nem csak ígérem, hanem teljesen dokumentálni is fogjuk, és titeket is szeretettel meghívunk arra, amikor sikerül nekik valamit összehozni, vagy venni, vagy tehát bármilyen variáció, ami az ő létüket jobbá teszi. Gondoltunk rá, hogy ott lennénk majd, igen. Na, hát ez nagyon köszönjük. Ha van rá lehetőség, és odaférünk, akkor lehet, hogy, hogy mennénk leginkább, hogy láthassuk az ő arcukat, de hát ez még a jövő, nyilván ez még nagyon-nagyon sok mindenen múlik. Jó, Tibor, akkor mi maradjunk kapcsolatban, adáson kívül egyeztetünk, Juli hív még téged, lehet, hogy ezt a most meglévő összeget akkor elkülönítjük, fölírjuk, hogy mennyi van, és akkor innentől kezdve elindul ez a dolog. Mi minden fontos információt a takarékszövetkezetről, a számlaszámról, a honlapunkra, a Facebookra természetesen felteszünk. Jó, Tibor, nagyon-nagyon szépen köszönjük akkor nektek. Vannak fejlemények az ügyben, itt van Tibor, az egyesület elnöke, akik ugye nyitották ezt a bankszámlaszámot, és ahova a hallgatóink utaltak. Tibor, jó reggelt kívánunk, hello! Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt! Na, percenként, óránként, naponta nézted a bankszámlaszámot, mennyire voltál izgatott itt az elmúlt egy hétben? Hát rettenetesen izgatott voltam. Naponta kétszer-háromszor is megnéztük, mert hát a bankba is, hát ez kis település, és még onnan is megbeszéltem velük, hogy mindig felhívtak minket, és most jelenleg ott tartunk, hogy 3.582.000. 3.580.000 forint jött össze. De jó hír. Így van. Azt a mindenit. Hát azért az egy nagyon. Egy hét alatt gyerekek, ez komoly. Azért nagyon komoly összeg. Így van, ebben gondolom nem néztétek lebontva, de vannak kisebb összegek, nagyobb összegek, hát ki amennyit vannak tudott. Vannak egész 1000-től, mit amilyen 50 ezerig, tehát egész különleges összegek jöttek, úgyhogy nagyon fantasztikus volt, de... Mi helyes, van, aki 1000 forintot küldött? Nagyon boldogok vagyunk, hogy ennyire sikerült valamit összeszerveznünk. Hát ez nagyon mi is elmondtuk. A segítségetekkel, bocsánat, ezt hozzá kell tennem, hogy a segítségetekkel. Kicsit toltunk csak rajta. Igen. Hogy elmondtuk szerintem azt már a múlt héten is, hogy aki 500 forintot ad jó szívvel, az ugyanolyan fontos, mint aki megteheti azt, hogy 50 ezeret ad. Tehát... Igen, nem tudhatjuk, hogy ez az 500 forint az miből lett félretéve. Tehát, hogy általában úgy, tényleg úgy szokott lenni, hogy nagyon sok esetben azok adnak, akiknek nagyon kevesük van, vagy szinte önmaguk is segítségre szorulnának, ők a legjobb szívűek. 3.500.000 forint van most ugye a számlán. Na most, ha jól tudjuk, akkor ugye gyűjthetném még, de hogy van egy különleges dolog, amiért ez akár elég is lehet, ugye? Igen, hát körülbelül ott tartunk, hogy a család, aki a végén, és a nagymama telkén lakik a nagymama házában, mert a telke elég nagy, és a végén van a nagymamának a háza. Ez táton kívül van, ez a tát külterületen van, és ők nem szívesen mennének el onnan. Ott a nagymama, ott vannak együtt, tehát és akkor azzal gondoltunk, hogy esetleg mi lenne, ha egy mobilházat. És a hétvégén elvittük őket, pontosabban nem én, hanem a 25-34 városunkért egyesületnek más tagjai, Ászára, ahol van egy ilyen mobilház kereskedés, nem tudok másképp fogalmazni. És ott ők kiválasztottak egy ilyen mobilházat, ami nagyon tetszett nekik. Ugye arról van szó, hogy ők akár költözhetnének külházba is, és lehetőségünk lenne még gyűjteni természetesen, igen, ha már ilyen drága és segítőkész hallgatóink vannak. De rögtön beszélünk Erzsivel, és ugye elmondta, hogy ott égett le a házuk, közel szeretne lenni az anyukájához, és egész egyszerűen neki sok szempontból, nyilván leginkább érzelmileg fontos, hogy ott maradhasson. Ugye? Így van. Ezt mondta el nektek is. Ezt a mobilházat, ha jól tudom, mert itt elég sokat beszélgetünk adáson kívül Julival is, te is Julival, hogy ezt lehet élesíteni, tehát ez egy teljes értékű dolog lehet, és hogy ők így ezt van, szeretnék leginkább. Van. Ugye? Mert maga a ház az 2.700.000 forintba kerülne,
és ezt kéne télőesíteni, tehát kéne egy külön gazán, radiátorok és kívülről a hőszigetelést megcsinálni, és akkor teljesen tökéletesen lakható. Ehhez kellene még egy kis plusz pénz, de már egészen minimális. Tehát nem kell ilyen 8-10 milliót, amit te vagy ti felajánlottatok. Nincs szükség ennyi pénzre, hála Istennek. Aha. Na hát, amit mi ugye meg tudunk még ezen kívül oldani, az a mobilháznak az odaszállítása, vannak erre hallgatóink, van infrastruktúránk, amit pillanatokon belül meg tudunk oldani. Ha szükség van, akkor továbbá meg tudjuk oldani a ház romjainak az elszállítását is pillanatokon belül, úgyhogy azért itt még van teendő bőven, de akkor beszélünk Erzsékkel, hogy jelen pillanatban hogy van a dolog, és mi a folytatás. Jó, Tibor, mi is egyeztessünk mindenféleképpen. Ezt nagyon szépen köszönjük, mert mi már pont azt kezdtük szervezni, tegnap beszéltünk a családfővel, hogy kezdje el kipakolni azt, ami még egyáltalán használható maradt ott, ha van valami, csak utána egy buldózerre, vagy mindegy, minek nevezzük, ugye eltakarítani a romokat, elplanírozni a területet, hogy jöhessen az új ház. Ebben is tudok segíteni, és van valaki, aki ezt bevállalja, hogy elvízi ezt az egészet, akkor nagyon szépen megköszönjük. Hát majd felvetjük adásban, és akkor... Hogy nem. A szállítása biztos, hogy van, de azt gondolom, hogy most, hogy beszéltünk róla, pillanatokon belül ezt is meg tudjuk oldani, hogy elbontsák ott a romokat, és ezeket elszállítsák. Már van egy cég, akikkel mi sokat dolgoztunk együtt, ők pillanatok alatt felrakják egy konténerre ezt a kis mobilházat, és ez úgy abban a formában egészben szállítható, akkor ezt mi Erzsék telkére le is tetetjük természetesen. Tehát ezeket tudjuk vállalni, amellett nyilván, hogy hallgatóink segítségével megvesszük ezt a mobilházat, és téliesítjük. Hát nagyon szépen köszönjük a segítséget az Erzsék nevében is, de hát úgyis mindjárt beszéltek. Beszélünk vele, persze, csak akartuk tudni a fejleményeket. Jó, Tibor, egyeztessünk adás után, jó? Mindenféleképpen, hogy hogy állunk akkor ezzel a dologgal. Az a legfontosabb, hogy nekik jó legyen. Illetve gondoskodni szeretne az édesanyjáról, és ami így a legegyszerűbb. Így van. Na, mindjárt hívjuk Erzsit, és ő már ugye tudja az összegről, tehát itt nem arról van szó, hogy most tudja meg tőlünk, hogy közel 3,5 millió forintot gyűjtöttünk nekik össze. Gyűjtettek össze a hallgatóink, ha lehet így mondani. Ő már tudja, és ugye Tiborral ők már próbálnak egyeztetni, akkor tud a mobilházról is, sőt, hát ezt tulajdonképpen ő kérte, hogy van egy ilyen megoldás, akkor ők szeretnének ott maradni. Uh-huh. Ez az egyetlen megoldás. Jó, ez nekem szimpatikus, hogy azt mondják, hogy mama mellett akarunk lakni, mégis a miénk, nem egy nem tudom milyen házban fogunk lakni, ezt kinéztük, elfogadtuk, tök jó. Igen. Mi, hogy már le kell állítani az adományokat, nem? Hogy már ne küldjön senki semmit, mert nem tudják hova tenni, és annyi mindent kaptak. Tehát egy pillanatra egy kicsit így megmozdult az ország, és hát hihetetlen. Itt olvasom a felsorolásokat, hogy miket kaptak. Van, aki meglátogatták őket, van, akik ugye rengeteg dolgot küldtek, van, akik tényleg oda mentek, ruhanemű, tévéhűtő, hát mindjárt Erzsi elmondja, de tényleg sok minden. Óriásiak vagytok, nagyon szépen köszönjük mindenkinek, óriásiak vagytok, hogy ennyire beleszálltatok ebbe a dologba. Igen, itt van velünk Erzsi, jó reggelt kívánunk, hello, ciao. Jó reggelt. Na, vidámabb a hangod. Igen, persze. Haj, de jó, hát hol van az az Erzsi, akivel a múlt héten beszéltünk? Hát jaj, de jó, ezt így. Jaj, de jó, így hallani, azért múlt héten még nyilván okod volt rá, de hogy magad alatt voltál. Igen, igen. Hát persze. Semmitek nem volt akkor éppen abban a pillanatban, ugye pár nappal ezelőtt történt meg az eset, és hát ott álltatok minden nélkül, úgyhogy ahhoz képest tényleg nagy változás. Na, mesélj nekünk, Erzsi, hogy miket kaptatok, mit küldtek az emberek. Tudom, hogy van, aki elment hozzátok Kecskemétről, küldtek dolgokat a gyerekeknek is. Föl tudsz nekünk itt sorolni egy-két olyan dolgot, hogy összeszedtél, hogy mégis tudjuk, hogy mit küldött nektek az ország? Rengeteg mindent, rengeteg ruhát kaptunk, most már mindenki tud bőven felöltözködni, háztartási dolgokat, mikrót, hűtőt, porszívót, tűzhelyet, mindenfélét. Gyakorlatilag egy ház teljes felszerelése megvan, igen, most igen, már csak a ház igen, hiányzik hozzá. Poharakat, mindent. Van, aki edényeket és poharakat is küldött, tényleg? Igen. Tehát étkészletet. Atya Isten! Pazekakat, minden. De klassz. Nagy a boldogság. Nagy, igen, nagyon örülünk neki. Nagyon jó emberek hallgatnak minket, nagyon jó emberek azok, akik segítettek rajtatok, így ismeretlenül. Gyerekek, mit szóltak? Hallottam, hogy ajándékokat is kaptak. Jó, nagyon örültek nekik. Hát annyi játékuk van, rengeteg sok mindent kaptak. Játékokat, ruhákat, minden, tanszereket. Minden. Édeseim, de jó. Igazi kacsákat kaptatok? Az igaz? Ja, élő kacsákat? Igen, a Turul Egyesület jött, és kaptunk egy néma kacsa párt. Na hát az a kedvenc most, a család kedvence. Nagyon aranyosak. Hát a 2,5 éves gyereknek biztos ez is egy nagy öröm, hogy legalább tud egy kicsit játszani. Mit látsz rajtuk egyébként, főleg a piciken jobban vannak? Vagy kicsit könnyebb így neki? Igen, sokkal boldogabbak. Jaj, de jó.
De jó, hát azért. Igen, egy gyereknek, ugye erről beszéltünk a múlt héten, hogy nehéz megmagyarázni, hogy mi történt. Mondja, Derzsi, bocsánat. Egész nap szinte játszik az új játékokkal, ilyen autópályát kapott, mindenfélét. Ezt mondod, hogy egy héten keresztül minden nap jött ajándék, mert egy 2,5 éves aggyal gondolkodsz, ugye? Igen. Ott csak azt látod, hogy jaj, megint jött egy csomag bontsuk ki. És a legnagyobb drámából egyszer csak a legnagyobb öröm lesz. Igen. Mit mondtál, Erzsi? Postakocsival, meg GLS futárral 10 csomag érkezett tegnap is. Atyaisten, de jó. Voltak olyanok, akik meglátogattak benneteket Kecskemétről, ha jól tudom? Kecskemétről. Onnan eljöttek azért, hogy látszák azt, hogy örülnek a gyerekek, meg mi, és tényleg ez annyira megható, hogy nagyon... Nagyon boldogok vagyunk. Na, beszéljünk egy kicsit erről a mobilházról, mert hogy ugye sikerült összegyűjtenünk 3,5 millió forintot. Tényleg köszönjük szépen a hallgatóinak. Ugye, többen írják itt nekünk, hogy miért mobilház, miért nem gyűjtünk még egy kicsit, és lehetne az kőház. Utána néztünk, egyébként 5-6 millió forintból tát környékén már lehet kapni. Ugye mi felvetettük ezt a lehetőséget, és te azt mondtad, hogy határozottan elzárkozol, illetve van egy pontosabb elképzelés, csak az a jó szerintem a hallgatók ezt a teszádból hallják, hogy ti szeretnétek ott maradni azon a telken, ahol ez a ház állt, közel az anyukádhoz, jól tudjuk? Igen, pontosan anyukámért, mert hogy mint mondtam, ő beteg, szívbeteg, cukorbeteg, és én szeretném azt, hogy bármikor itt tudjak lenni, hogyha bármi probléma van. Uh-huh, tehát a kert egyik végében lakik ő, ebben a kis házban, ahol ti most meghúzzátok magatokat, és azért szeretnétek ti ezt a mobilházat, és azért elég, és nem egy kőház mondjuk pár kilométerre arrébb, hogyha bármi van, akkor fél perc alatt te ott lehessél, jól értem, ugye erről van szó? Igen, erről. Ez pontosan így van. Ezeket a mobilházakat le lehet éliesíteni, akkor mi ezt is megoldjuk, jó? Anyagi lehetőségeink úgy néz ki, hogy ezt megengedik, és akkor egyeztetjük pontosan a szállítását, hát csak itt azért még a teendő. Persze, de nagyon boldogok vagyunk, nagyon szépen köszönjük mindenkinek, a hallgatóknak, mindenkinek, nektek, mindenkinek, aki gondolt ránk. De helyes, hogy mennyire tényleg más a hangod, ez a legszembetűnőbb, vagy ez a leginkább hallható, hogy azért múlt héten még egy valójában érthető indokkal összetört asszonnyal beszélgettünk, most pedig azért, mintha te is kicsit így kicserélődtél volna. Hát van fény az alagút végén, erre szokták mondani, nem? Hogy azért igen, innen el... Igen, ezt mondtuk, hogy már látjuk a fényt. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Furcsa módon Abaházi Csaba a mikrofonnál. Az összefoglaló második részét is meghallgatjuk rövidesen, de ha minden igaz, akkor egyre inkább közelítenek Tát felé Balázsék. Balázs, itt vagy, szia, jó reggelt! Hello, itt vagyunk, igen. Hát még közelítünk, nem közelítünk, most szállunk be a helikopterbe. Már ott vagytok Budaörsön, ezt nem mondom. Már itt vagyunk Budaörsön, igen, mert végig a Feri vezetett és a buszsávot használta, de hogy... Nem volt, itt vagyunk Budaörsön, igen, egyelőre Jánosnak nem engedik a felszárás, mert lejárt a havi bérlete. Brigi egyébként azt írja SMS-ben, hogy korábban is megkönnyezte a történetet, és hogy ti vagytok a legjobbak. Gondoltam, ezt azért közlöm veletek. Igen, most készülünk felszállni. Egyelőre a Feri integetett egyet, és a bal kezét levitte a rotor, úgyhogy kellett egy gyors első segélyt részesíteni, de indulunk. Pillanatokon belül fentetünk az éget. Budaörsön keresztül megyünk, hát lehet, hogy láthatóak leszünk. Jó, integetünk majd nektek, jó, és aztán nem sokára meghallgatjuk az összefoglaló második részét, és 9 után már Tátról jelentkeztek. A Jani azt mondja, hogy mosolyogjon mindenki. Én nagyon mosolygok, és most következik Ákos a hírekkel, jó? Ezt szabolgatjuk egymást. Na jó repülést, szevasztok! Ciao, hello! Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. A mikrofonnál Abaházi Csaba kivételesen, mert hogy Balázs, Feri és Jani jelenleg egy helikopteren ülnek, és nem sokára megérkeznek Tátra, ahol át fogják adni majd a házat Erzsiéknek. Egyébként a helikopter Táton a víztorony mellett fog leszállni, ott fogja majd várni őket Gersner Tibor, a Tét Városunkért Egyesület elnöke. Vele ismerkedtek meg ugye az egész segélyakció révén, és hogy mindez hogyan történt, ezt fogom most megmutatni az összefoglaló második részében. Felhívjuk Tibort, és megkérdezzük, hogy áll jelen pillanatban a dolog. Ő ugye az a egyesületnek az elnöke, akik ugye hát megnyitották a számlát, nagyon jó akaróan ők összeszedtek erre a számlára 80 ezer forintot, ami szintén nagy pénz, tehát nekünk talán, ha lehet így mondani, egy kicsit nagyobb nyilvánosság állt a rendelkezésünkre. És ezért lett ez a pénz egy kicsit több. Megkérdezzük, hogy áll a dolog jelen pillanatban. Itt van Tibor. Hello Tibor, jó reggelt kívánunk! Szervusztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat is! Jó reggelt, hello. Tibor! Hát lassan már családtagként, ismerősként köszöntünk itt a műsorban, nem? De úgy csörgünk rá, hogy a Balázsék, jó, akkor mondom. Ugye? Hát már te is így beszélsz ebben a műsorban. Így van, ahogy mondjátok.
Na, mi volt az utolsó összeg, amit néztél? Ugye kisebb-nagyobb adományok nyilván még a napokban is jöttek. Hogy állunk most jelen pillanatban? Mi már ezt lezártuk egy hetet, de tudjuk tőled, hogy még azért itt csordogáltak az összegek. Még csordogál, igen, a pénz egy kicsit, de most már nem is az a lényeg, hogy jöjjön, tehát nem, nem ez a fontos. Nem is ez a kérdés, nagyon köszönjük persze a hallgatóknak, tényleg nem tudom hangsúlyozni, hogy mennyire kedvesek és segítőkészek voltak, hogy tényleg ennek a családnak össze tudtunk ennyi mindent szedni a ti réveteken keresztül, hogy így mondjam. Az a lényeg, hogy most per pillanat ott tartunk, hogy volt 4.350.000 forint, de ebből már kifizettük a mobilházat, ami tegnap megérkezett, letették. Előző héten még szombaton konténereket hoztunk és eltakarítottuk az egészet, úgyhogy most ott van, hogy 1.550.000 forintunk van, ebből kell még megoldanunk a szigetelést és a fűtést. Tehát az effektíve a téliesítése zajlik akkor ennek, igen, a mobilháznak. Igen, igen. Uh-huh. Most arra még nem tudom, hogy lehet-e kérni a hallgatóktól olyan segítséget, hogy a szigetelés, ez igazából nem találtunk helyben olyan vállalkozót, aki ezt meg tudná csinálni, hogy volna-e valaki. Természetesen most már ki tudjuk fizetni az összeget, tehát nem az a gond, csak valahogy meg kéne oldani. Hogyne, ez valami speciális szigetelést vagy technológiát igényel? Valami, igen, egy Ászáron van ez a mobilház nevezetű cég, aki ez a mobilházat hozta. Ászáron meg lehet találni őket az interneten, és akkor ők meg tudnák mondani, hogy pontosan milyen szigetelés vagy mi kell hozzá. Uh-huh. Jó, és azt mi is meg tudjuk oldani helybe, tehát az nem arra van vállalkozónk, van minden, tehát azt meg tudnák csinálni, csak ez a szigetelés. De képzeld, amikor elindítottuk ezt a dolgot, akkor nagyon sokan írtak nekünk, akik azt mondták, hogy ők anyagilag nem tudnak hozzájárulni, viszont kétkezi munkával igen, ha kell fűtést szerelnek, ha kell vizet szerelnek, ha kell burkolnak, szigetelnek, tehát nagyon sok ilyen típusú felajánlás is jött. Úgyhogy szerintem egészen biztos, hogy már most az adás alatt tudunk valakit neked találni. Tényleg, ugye, ahogy mondtuk, ez az ország Jézuskája, tehát kicsit mindenki beleteszi, amit tud. Egy olyan embert, aki szigeteléssel foglalkozik, felveszi ezen céggel a kapcsolatot, ott elmondják neki, hogy milyen szigetelést kell alkalmazni, ő megcsinálja, nyilván az összegből már ki is tudjuk fizetni, tehát nem arról van szó, hogy ingyen kérjük ezt a dolgot, úgyhogy szerintem ilyen hallgatónk biztos, hogy lesz. Ha nem, akkor 10-ig várunk, és utána mi körbe telefonálunk néhány céget, akik ezzel foglalkoznak, és eljuttatunk hozzátok telefonszámot, Tibor. Tehát ebben is tudunk segíteni, persze. Jó, tehát kell egy szigetelő. Igen, szeretnék mondani, bocsánat, ez arról, hogy tegnap azért a házról, amikor megérkezett, csináltunk egy videófilmet, az most van vágás alatt, holnapra elküldjük nektek a linket, hogy hol lehet megnézni, hogy mindenki lássa az országba, hogy végül is mire ment el a pénz. Hát amikor ők úgyis beköltöznek, akkor mi is szerintem oda... Tudod, addig ott meg lehet nézni, hogy hozták ki, milyen kamionnal, milyen izével, hogy tették be a helyére, hogy a gyerekek már belestek az ablakon. Hát egy nagyon aranyos kis jópofa dolog, úgyhogy holnapra meg tudjuk mutatni, jó? Hogy nagyon jó. Ha akarja, akkor a weboldalon majd meg tudjátok írni holnap. Kell-e még valami a szigetelésen kívül, vagy a szigetelő szakemberen kívül, aki ezt csinálja? Hát ez nagyon jó. Gyakorlatilag... Nem, minden más már megvan, megoldottunk, tehát mondom, vállalkozó van, aki megcsinálja, tehát mindent megtaláltunk, ebből a pénzből már ki tudjuk fizetni, és akkor ők is boldogan beköltözhetnek. Szerintem egy jó 2-3 héten belül. Uh-huh. Tehát 2-3 héten belül. Azt úgy is jelentjük nektek természetesen, hogy nagyon sok szeretettel várunk benneteket. Igen, ezt a múltkor is elmondtam, hogy gondoltam rá, hogy benézni. Esetleg beugranák, ha már így alakul. Ha már így jött a sorra, köszönjük szépen, hogy szóltok. Megkérdik egy jó pörköltet, vagy valamit a sok szeretettel várjon. Igen, egy kis majális jelleggel megérkezünk oda, persze. Igen, szívesen mennénk, főleg amikor is a gyerekek ezt így birtokba veszik, akkor azért így ott lenni kicsit a hallgatóknak. Leginkább miattuk beszámolni erről természetesen. Megyünk, erről egyeztessünk, tehát addig semmiképpen persze jó, történjen meg. Jó, szigetelés. És egyébként szép kis ház, jól néz nagyon, ki? Nagyon. Holnap ti is meg tudjátok nézni. Jó, megnézzük mindenképpen. Nézzétek meg, 2-3 perces kis videó, és akkor látjátok, hogy milyen lesz. Jó? És akkor már rögtön beköltözhető lesz, tehát hogy a szigetelés megvan, akkor műszakilag már nem kell semmi. A vizet be tudjuk kötni, mert ki kell ásni a földbe, oda kell vezetni a vezetéket, hogy ne fagyjon el, stb. Tehát meg kell csinálni rendesen, és azért mondom, az egy olyan max 2 hét, vagy esetleg 3, nem tudom, az időjárástól is függ a dolog, csak akkor meg lehet. Nem kellett alapot építeni neki, csak letették? Nem, a ez nem kell, hát ez teljesen mobil, hát ez semmi nem kell, ez letehető, kis kereken gurították azért be, és utána letalpalták, úgy csinálták neki. Na, írt már egy Balázs nevű hallgatunk, azt mondja, a szigetelést mi megoldanánk. Korábban is írtam, csak hívjatok vissza. Köszi Balázs. Tehát, hogy ezt tudtam én, csak annyi SMS-t kaptunk, hogy erre egy fejből az ember nem emlékszik, de tudtam, hogy erre 10-ig találunk megoldást. Úgyhogy Balázs számát eljutatjuk hozzá, de elmondjátok neki, mi kell, ők felveszik a kapcsolatot a céggel, és szerintem ez akár 2-3 napon belül, akkor ez is megvan. Jó, úgyhogy tényleg mindenki nagyon helyes módon beleteszi az ő kis szakértelmét, szaktudását, anyagi lehetőségét idézőjelesen mondva, és akkor szépen összeáll ez a dolog. Jó, Tibor, akkor egyeztessünk továbbra is, hogy hogy állunk.
Jó. Mi a helyzet, és akkor mikor van a beköltözés? Ha közben bármi kell, akkor te tudod, a Juli számát sokat beszéltek, Juli is téged hív, úgyhogy bármi van, akkor szóljál nyugodtan, mindent tudunk intézni, szerezni. Rendben van, és még egyszer nagyon-nagyon köszönjük a hallgatóknak a segítséget. Hát azt nem győzöm hangsúlyozni. Drága vagy, ezt mi is sokszor mondjuk, igen. Hogy milyen remek hallgatóink vannak, igen. Igen. Nagyon-nagyon-nagyon, fantasztikus, hogy az ország így össze tud fogni, az számunkra nagyon nagy élmény volt. Nagyon. Igen. Tibor, köszönjük szépen, köszönjük. Beszélünk. Jó? Oké, rendben van, sziasztok. Köszönjük szépen. Hát nem tudom. Na, azért alakulunk. Hál' Istennek csináltunk már egy-két jó dolgot, meg egy-két jó úgy mellé már álltunk, és sikeresen támogattuk, elsősorban ugye a hallgatóink révén, de engem még mindig lenyűgöz, meg megdöbbent az, hogy 9 óra 22-kor belemondasz valamit itt ebbe a mikrofonba, és 9 óra 24-kor már van rá megoldás. Igen, ez egy 8-10 év rádiózás után, amit eltöltöttünk itt más rádióban, és még mindig furcsa, nem? Hogy egy ember, aki téliesíti ezt a házat, aki megoldja a szigetelést, és 2 perc múlva itt van egy jelentkező, egy nagyon jó embernek a személyében. És látod, akkor is, amikor leállítottuk a gyűjtést, még mindig jött pénz. Tehát most ott tartunk, hogy tulajdonképpen megvan a ház, van egy csomó ruha, van berendezés, van minden, és még van 1,5 millió forint. Az ez szuper. Hát tulajdonképpen 3-4 héten belül ők effektíve újra tudják az egészet kezdeni. Szóval ebben ez a nagy erő, nem? Hogy semmiféle lehetőségük nem lett volna. És hogy nyilván hány ilyen család van még, de hogy pillanatokon belül egy kis összefogással az ember nem is tudja fölfogni, hogy egyébként mit ad, nem? Most mondom azon hallgatóknak, akik nyilván elutalták a pénzt, de hogy mit tesznek hozzá, hogy ott vagy 4 gyerekkel, akik minden nap kérdően néznek rá, hogy mikor megyünk haza. Igen. És ott vagy 30 négyzetméteren az édesanyánál, és azt mondta, hogy nem megyünk haza. És a totális nem tudod, hogy hogyan tovább, ezt még mi se tudjuk, meg ezt talán sokan nem tudják, hiszen nem voltunk ilyen helyzetben, hogy ilyenkor mi van. Segítened kellene a beteg édesanyádon, de te is segítségre szorulsz. Nagyon, nagyon nehéz élethelyzet. Na, csak egy mondat erejéig megkérdezzük Erzsit, hogy hogy van, mit szól, látta-e már a házat, mit szóltak a gyerekek, és hát egyáltalán hogy van, itt van velünk Erzsi. Hello Erzsi, jó reggelt kívánunk, szia! Hello, hát neked egyre jobb a hangod, nyilván érthető, de ennek mi nagyon örülünk. Mi is? Na, hogy vagytok? Hát most már egyre jobban, köszi. Egyre jobban. Tehát meghozták a mobilházat. Na milyen, nagyon kis csecse, szépen néz ki? Nagyon, helyes? Nagyon szép, gyönyörű. Gyerekeknek is nagyon tetszik, mert ugye ők nem látták Ártáron, csak a kicsit vittük. Nagyon tetszik mindenkinek. Mit szóltak, amikor megláttak? Olvadoztak, hogy ugyanott na, lesz? Látták, hogy letelepítsék, hogy bemehessenek körülnézni. Aha, aha. Jó, hát ezen pillanatokban majd mi is ott leszünk, mert kíváncsiak vagyunk az ő hangjukra is természetesen. Ott akarunk lenni a szalagátvágás akkor. hogy. Adományok még mindig jönnek, Erzsi? Igen, jönnek. Tényleg még mindig ruhák, játékok, ugye amúgykor egészen elképesztő dolgokat mondta, hogy mik érkeznek. Konyhai eszköz jön, mindenféle, és nagyon kedves levelek. Leveleket is kaptok. Na, mit írnak? Kitartást kívánnak? Vagy segítséget ajánlanak? Igen, meg gyerekrajzok, kisgyerekek rajzoltak a csomagba bele. Nagyon édesek. De hogy a szülők küldtek valami ajándékot, és a gyerkőcök ezzel szálltak be. Igen. Jó fejek. A gyerekek érzik, nyilván érzik a hangulatváltozást, meg az események jó irányba való fordulását, nem? Tehát jobban vannak, jobb kedvűek? Igen, sokkal. Aha. Sokkal jobb. Hát lassan már egy ilyen garázsvásárt nyithatok a cuccokból, nem? Tehát annyi mineletek van, hogy lassan, de hallottuk ugye a múltkor, hogy van, aki tévét küldött, ruhákat, gyerekjátékot, tehát hogy így nem is nagyon tudjátok már ezeket tárolni. Van olyan még, Erzsi, nyugodtan, ez tényleg nem szemtelenség, mert ebben a helyzetben azt gondolom, hogy nem mondhatjuk azt, hogy ez az lenne, vagy telhetetlenség. Ami esetleg még nem érkezett meg, de nektek segítség lenne, nem baj, én csak kérdezem. Van-e bármi, nem. Amit még mi meg tudunk nektek szerezni, meg tudunk venni, bármi olyan, amivel még tudunk nem, segíteni? Nem, semmi sem. Megvan minden. Minden. Tehát az semmi. Világon minden. Semmiben nem szenvedtek hiányt. Ez ír. Jó, beszéltünk Tiborral, nem tudom, hogy hallgattad, de szerintem igen, hallgattad. Téliesítjük ezt a dolgot, találtunk szigetelőt, Balázs már bejelentkezett, úgyhogy őt összekötjük. Tiborral leszigetelik a házat, szerintem egy-két hét kitartás kell még tőletek, és tudtok költözni. Jó? Jó, nagyon szépen köszönjük újra és újra nem. Mindenkinek, a hallgatóknak, mindenkinek, nektek. Tényleg ez csodálatos. Drágák vagytok, köszönjük a hallgatóinak, nyilván ők is hallják, és aki nem, annak továbbítjuk. Erzsi, buszilunk, kitartás, egy másfél hét múlva újra jelentkezünk. Jó? Közben zajlanak az események. Köszönjük még egyszer. Köszönjük, vigyázzatok magatokra. Hello, Erzsi, hello. Sziasztok. Na, jól van. Nagyon jó. Jól állunk, nem?
Egészen jó. Megvan a szigetelés, és szerintem egy-két héten belül költöznek. Bútorozva, be van a ház, azt itt nézem őket egyébként, hogy a bútorok vannak a házban, hogy ezt mindig úgy adják, mert ezt nem is tudtam, hogy ez teljesen berendezett a házikó. Teljesen, letéliesítve, fűtés, víz, tehát effektíve egy szinte teljes értékű nyilván mobil ház, tehát nem ugyanaz, de ha ezt szerették volna, akkor jó ez így. Jó lenne, hogyha az átadáson lennének hallgatók is. Hát lemegyünk, nem? Megbeszéljük Tiborral, hogy azért addig ne, már idézőesen vicces, ne engedje be a családot, persze nyilván bemehetnek, de hogy ott legyen egy ilyen legyen együttes kis átadás, kis fesgővel összelocsolunk. Igen, rossz ötlet. Ilyen szimpatikusan. Na, tudjátok, Jani, mint a hajónál. Visszahozta! És így bedől az oldalad, úristen, bocsánat. Megjöttek a... Mackenroll! Egyszer élünk. Igen, na, csak humorizálunk nyilván. Jól van. Jól állunk, drága hallgatók, köszönjük szépen mindenkinek. Tényleg egyenként nem tudjuk, nincs is nagyon lehetőségünk. Mindegy is, nyilván mindenki a lehetőségeihez mérten utalt. Az 500 forint ugyanolyan értékes jelen pillanatban, mint ha valaki 10 vagy 20 ezeret utalt, úgyhogy mindenkinek köszönjük. Ha valaki pedig adományt, segítséget, tárgyi felajánlást küldött nekik is egyenként, mindenkinek köszönjük szépen. Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vagon Jani. Itt a Klassz FM-en. Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, Abaházi Csaba vagyok, és Balázs, Feri és Jani minden bizonnyal már megérkeztek Tátra, ugye elmentek innen a stúdióból Budaörse, ott felszálltak egy helikopterre, és ezzel érkeztek meg minden bizonnyal Tátra. Itt vagytok-e velem? Hallotok-e? Sziasztok! Hello Csabi, jó reggelt kívánok, micsoda nyugodt hang. Ennyien még sose hallgatta. Ha visszajöttök, akkor menjetek be. Csabi. Ha menjetek be majd azzal is kezdte, hogy Abaházi Csaba vagyok. Igen megkaptad a prime time-ot. Ne kérdezzétek meg a hallgatottsági adatokat, azért majd nézzétek meg, jó? Jó van. Csabikám, elköszönünk tőled, jó, átveszünk akkor téged így, hogy akkor köszi neked, hogy bejöttél a helyünkre. Egy mondatot még engedjetek meg. Egy mondatot, igen? Jó? Tehát egyrészt, hogy a kívánság műsor telefonszáma nem. Csak közben az Anna beszélt egy Csaba nevű hallgatóval, és lehet, hogy ti ezt nem is tudjátok, de Táton még az általános iskolások is gyűjtöttek papírgyűjtésből saját zseppénzüket, és mind odaadták Erzsiéknek, vagy hát az egész ügy mellé álltak ők is. Csak gondoltam, hogy ezt közlöm veletek. Tudunk minden, Csabikám, drága vagy. Köszönjük Szevasztok. Szépen, 10 előtt még átveszel minket, jó? Okay, köszönjük csak. Szépen. Na, hát megérkeztünk igazából, és hát... Kösz szépen, hogy kirögtetek. Igen, nem. Igazából teljesen zökkenőmentesen haladtunk át ugye a budaörsi repülőtérrel egészen a Táti víztoronyhoz egy helikopterrel, és csak annyit szeretnénk megnyugtatásképpen üzenni Juli nénének, Balázs édesanyjának, hogy még mindig nagyon sokat emlegeti Juli nénét. Nagyon sok. És ugye stram gyerek, amikor helikopteren ül. Na, azért a hallgatóknak elmondjuk, hogy négyen ültünk hátul, Laci és én középen, balomon, igen, Jani, jobbunkon Balázs, és hát gyakorlatilag mi Janival ott üvöltöztünk, hogy de jó, odarész, a kápolna, a hegy, a nem tudom micsoda. A másik oldalon mi volt? Szarszag. Szemetek. Azért csak mondom, hogy 2 éve én voltam az a srác, aki kiült a gép szárnyára, csak azóta még jobban tériszonyos vagyok. Ez a repülés, ez nem az én bizniszem. De Balázs gyakorlatilag két vasmarokkal rögzítette a pilótának az ülését, hogy nehogy véletlenül elmozduljon a helyéből. Igen, és folyamatosan azt kérdeztem, hogy láttátok azt az argentin videót, ugye? Nem, a repülés, én nem is pont azon gondolkoztam, hogy a fenébe ültem én 2 éve a repülőnek a szárnyára, és kerültük meg a budaörsi repteret, nem tudom tériszonyom, és nem szeretek repülni. De erre mindig rájövök egyébként. Azoknak a hölgyeknek nagyon fontos a strandfazon, mondanám, hogy ennél jobb kardió nincsen, legalábbis ahhoz képest, vagy abból kiindulva, amit Balázsról látunk, mert szakadt róla a víz. Igen, de megjöttünk, itt vagyunk. János egyébként már a levegőből felfedezte a házat, úgyhogy tettünk egy tiszteletkört. Igen, küldte nőttem felén is. Hát hozzá vagy szokva, igen. Na hát el kell, hogy mondjuk egyébként, hogy elképesztő a fogadtatás, amiben mi itt részesülve lettünk. Tehát hihetetlen sokan egyébként a víztorony mellett. Táti óvodás csoportok jöttek ki, nagyszülők jöttek ki, emberek fotóznak, tehát komplett fél Tát itt van tulajdonképpen. És most itt a ház körül is, hát tényleg olyan ez, mint mondtuk, hogy mi nem lesz átadó ünnepség, de ez már az. De lesz, szeretted volna, hogy legyen, de lesz. Tehát igen, rengetegen állnak itt a ház körül, ahogy autókkal leparkolva. Én már rögtön keresnem a májusfát, amire fel tudok majd mászni, mert olyan a hangulata az egésznek. Igen, nagyon helyesek a tátiak. Azonnal beültettek minket egy autóba, szerényen megkérdeztem, hogy vezethetek-e, beparancsoltak a hátsó ülésre, hogy nem, itt most nem. Úgyhogy beültünk a hátsó ülésre, egy meglehetősen szigorú hölgy vezetett, és hát megérkeztünk. Igen. Megérkeztünk a házhoz, és itt is vagyunk tulajdonképpen. Na hát tényleg külterület, ez ugye nem volt hazugság, amit tudtunk meg, de most láttuk is.
és hát gyakorlatilag hátul ugye anyuka háza, amiről beszéltünk már adásban is, hogy ugye az új tulajdonosunk azt szerette volna, hogy ne kerüljön messze az édesanyjától, hát olyannyira nem kerül messze, hogy szerintem egy kb. 32 másodperc alatt átjutsz a mamához, ha baj van. Hideg élelmet nem kell csomagolni, hogyha meg akarja látogatni a mamát. Itt van tőle egy pár méterre, és a házikó, hát nagyon pöpec. Igen, szemrevételezted? Nagyon rendben van minden, rögtön, ahogy megláttam, elindultam itt toronyirán, csak az volt a gavaj, hogy köztem, és a ház között ott volt az emésztőnek a teteje, és majdnem rálőtt. Igen. Na, hát itt van mindenki, aki tulajdonképpen nekünk segített, ugye mi már többször a hallgatóknak igazából nem győzünk hálálkodni. Lehet mondani, hogy az egész ország összefogott, ki kisebb, ki nagyobb összeggel, de mindenki segített Erzsieknek és a családnak, hogy a szó legszorosabb értelmében tényleg új életet tudjanak kezdeni, hiszen ahogy mondtuk, és ahogy azért hallgatóink is az előző egy órában hallhatták, ugye hát az a szomorú eset történt, hogy végignézték tulajdonképpen, ahogy éppen, hogy csak kimenekülve a házból porig égett a ház. Itt van Tibor. Tibor, jó reggelt kívánunk! Hello. Jó reggelt, szervusz! Jó reggelt, jó közel a mikrofonna. Mit szólsz, mennyien gyűltek össze? Hát erre mi nem számítottunk. Nem mondtátok, hogy itt ekkora felhajtást csináltok? Hát egyébként. Nem csináltunk meg felhajtást, csak egyszer föltettük a Facebookra, és ez elég hatásos igen. volt, mindenki itt van. Látom, hogy az óvodások is kimenőt kaptak egyébként. Igen, igen, hát sok iskolás is úgy van. Az én fiam is úgy van itt, hogy megígértem neki, hogy te adsz neki igazolást. Ja, gyerekek, mi Anival bármit aláírunk, nem? Persze. Bármit, bármikor. Én már láttam, és futokolik itt kötyört a mezőn. Lepacsisztunk már az igazgatónővel, csak mondom nektek, hogy ő is kint volt a helikopternél. Egy picit sírt, hogy megjöttünk. Igen, érezte, hogy érezte. Hát nagyon örült, az biztos, tehát, igen. hogy itt vagytok. Na, hát nagy munka van ebben, ugye? Azért nagyon nagy igen. munka. Ugye, te már szerepeltél az előző órában is, hiszen ismétlést hallgattak a hallgatók, és hát tudják, hogy nagyon sokat köszönhetünk nektek, de a hallgatóinak, nekünk, mi meg nektek, hiszen te voltál az, aki levezényelted hát, itt, és lekoordináltad az egészet. Én azt mondanám inkább, hogy a hallgatóknak és hogy nektek, ne? Hát mi így érezzük vagytok. Legalábbis, úgyhogy nekünk ez a sorrend. Így van, na mindjárt átadjuk a házat, mi hűültünk a szalag átvágással, csak elmondom, hogy ott van a szalag. Ugye? Tehát azt hittük, hogy ez humorizálunk, hogy nem tudom, állófogadás és szalagátvágás. Csak már mondjuk, láttam hogy egyébként... hátul a népviseletbe öltözött kislányt is az ollóval, igen, meg igen. a párnával. Megszegedtem parasztkenyérrel és sóval. Az a lényeg, hogy Feri kezében ne adjatok ki, és mert leül egy malacot. Azonnal felhúzza a nyársra, és már meg is süti. Na, egy kicsit a felajánlásokról beszéljünk, és közben akkor Erzsi, gyere te is egy kicsit lépjél ide hozzánk közelebb. Hello! Sziasztok! Hello! Ő a legkisebb gyermek a kezedben, igen, éppen? Igen, ő Noel. Noel. Hány éves? Három. Három éves. Édesem, hát őt nem is akarjuk megszólaltatni, mert ő nagyon meg van illetődve. Na, amikor először beszéltünk, ugye az a hallgatók tudják, hogy te egy játékra jelentkeztél, és így aztán Feri meghallotta a hangodat, és úgy kezdtünk el beszélgetni, hogy veletek mi történt. Azóta azért mondhatni, hogy jó irányba fordultak a igen, dolgok, igen. nem? Most már mindenki nagyon boldog. Most már mindenki nagyon igen. boldog. Szavakban nem is lehet, gondolom, azt elmondani, hogy az ember, amikor ezt végignézi, akkor az tulajdonképpen milyen, nem? Hát ez így van. Várni kellett egy kis időt, ugye, mire a ház elkészült, itt tudjuk az időjárás miatt szigetelés, meg egyéb dolog, de hogy ti folyamatosan kaptatok azért a hallgatóktól, meg a tátiaktól. Postán is jöttek az emberek kocsikkal, mindenfelől. Ez mindig olyan jó hallani, már erről beszéltünk az előző egy órában az ismétlésben, hogy el tudom, hogy milyen felajánlások érkeztek, a legnagyobb, a legkisebb. Tudom, hogy valaki kocsival jött el hozzátok, és még a gyerek is adott valamit, és messziről igen, jöttek. Igen, mindenfélét. Háztartási gépeket, de mindent, ami egy háztartásba kell. Porszívótól a kanalakig, a plüssmackóig. A... Volt valaki, aki Kecskemétől autózott el ideig, hozott nektek egy tévét, és a gyerek odaadta a gördeszkát, hogy mi igen, történt? Igen, két gyerekkel, és a két középső gyerekemnek hoztak gördeszkát, aha. és az a sajátjuk volt. Meg pici gyerekektől kaptunk gyerekrajzokat is a csomagba, tehát igen, erről beszéltünk, hogy az ismétlés ez lement, hogy azért milyen jó hallani, nem? Hogy ennyien, ki mindenki ugye hát a maga lehetőségéhez mérten egyébként, Kecskemétről feljött, felutazott, eljött hozzátok, adott egy tévét, és a kicsi gyerek még odaadta a gördeszkát. Mi volt a legmeghatóbb, amire azt mondtad, hogy tényleg érzed, hogy ez nekik hiányozhat, vagy sokat tettek érte, és most mégis azt mondják, hogy ide adják? Hát leginkább ez a kecskeméti volt a legmeghatóbb, mert mégis a sajátjukat hozták az én gyerekeimnek, hogy boldogok legyenek egy kicsit. Na, hát mi legyen akkor, bemegyünk, megnézzük?
Hogy van a hivatalos sorrend? Átvágsz és bemész, vagy bemész, szétnézel, kijössz, átvágsz. Húha, várjál csak a múltkori házátadáson, ami voltam. Igen. Jó, még mielőtt bemennénk, azért mondjuk el, hogy kik segítettek. Ugye mi is, hát a hallgatóinkat név szerint nyilván nem tudjuk felsorolni. De azért tudjuk, hogy a hallgatóink közül néhányan jelentkeztek, akik nektek megoldottak itt mindenféle munkadíj nélkül dolgokat. Ugye van, aki jól tudom, vízszerelt, gázszerelt, adakozott, eljött, csak az anyagköltséget kellett kifizetni a munkadíjat, nem? Tehát ilyen jellegű felajánlásból is nagyon sok jött. Hát rengeteg jött, tehát összesen 660 befizető volt, aki befizetett, és akkor pluszban voltak a felajánlások, hát a legkisebb összeg az 1000 forint volt, a legnagyobb nagyon fontos összeg az is, forintot. Igen, a kicsi, sok akkor kicsivel mentünk, ilyen sokra, van, hát 660 van befizetés azért az nagyon-nagyon sok. Összesen 4.371.249 forint. Igen, ugye mi teljesen tudatosan megálltunk, hiszen amikor Erzsi elmondta, hogy miért ez a döntés, és miért ezt szeretné, akkor azt mondtuk, hogy nem megyünk tovább, lehetett volna, tehát ha ezen az országon múlik, akkor ez lehetett volna 8-10 millió forint. Itt volt egy lelki ok, ugye, amit már hallottak a hallgatók az előző órában, hogy egész egyszerűen ez volt a legpraktikusabb megoldás, és ezért lett ennyi az összeg. De hát ez is nagyon-nagyon sok. Így van, hát rengeteg pénz, és akkor nyilván hát ti is segítettetek abban, sőt, nagyon sokat segítettetek. Picit próbáltuk. Hogy, igen. De hát akkor is, hogy legyen például olyan, aki megcsinálja ezeket a dolgokat. Így van, mi kértük a hallgatóinkat, hogyha valakinek van lehetősége, és esetleg meg tudja csinálni, és akkor hát anyagköltségbe jöjjön. Győrvári Balázs, aki ilyen szigetelő anyagokat forgalmaz, és ő szerzett aztán csapatokat, akik megcsinálták a ház szigetelését, és itt van a Balázs is mellett. Balázs, gyere! Hello, Balázs, ciao. Hello. Sziasztok! Jó nagyon drága. Mit szóltál, amikor hallottad ezt a történetet? Az ember azonnal mozdulni akar, nem? Persze, hogy... ugye első alkalom is küldtem egy SMS-t, aztán arra nem jött reakció, és egy héttel később beszéltetek a Tiborral, és akkor ő mondta, hogy a szigetelés az még továbbra sincs megoldva, és akkor eldobtam egy SMS-t, persze előtte a magyarországi disztribútorral, a Bonit Corp-al. A vezetőjével beszéltem, hogy ők bevállalják-e ezt, meg azon kívül, nem hogy anyagot tudom. Nem magad. Anyagot... Gondoltad, följövod a főnöködet azért, ne, hogy lehet-e segíteni. Nem a főnököm, én csak anyagot tudok adni, de kivitelezni soha nem kiviteleztem semmit, úgyhogy felhívtam őket, hogy ezt elvállalják-e ráadásul ingyen, és rögtön azt mondta, hogy persze, pedig azt se tudta, hogy miről van szó. Igen, mondtad ugye, hogy nem jött reakció nekünk aznap, amikor Erzsékkel beszéltünk, több ezer felajánlkozó SMS-t. Nem is csodálkoztam. Napok voltak, mire kiszemezgettük, és aztán aki konkrét felajánlásra jött, úgy tudtuk visszahívni, igen. Nem is gondoltam, és ami ugye a fejembe rögtön belevert a szöget, de hülyén fogalmaztam, hogy minden nap így fogalmazom. Persze, semmi probléma, fogalmazásgátlót szedek. Az volt, hogy ugye leégett a házuk, és ugye a mi szigetelőanyagunk, ez olyan szigetelőanyag, ami nem ég. Tehát ez finoman arra utaz, hogy Erzsék szokjanak le a dohányzásról. Egész biztosan, ezt nem fogják tudni. Értem én a jelzést, hogy azért egy finomhatod, hogy még egyszer ez megtörtént, nyilván önhibájukon kívül történt a dolog, el is erről van szó, igen, de hogy akkor ez nem tud. Így van, úgyhogy a Prooftech az egy ilyen történet. Taps meg a sikolja, hogy barátunk szokta mondani, az igazából nem nekem jár, mert én körülbelül ennyit tettem. Jó, nagyon-nagyon szépen köszönjük szépen neked is. Cégneveket továbbra sem nagyon, csak így finoman, hogy ki mit. Jó, itt áll mellettünk még egy úriember. Igen. Sziasztok. Hello, te mit csináltál? Hát mi intéztük a magyarországi forgalmazást, ezt a kivitelezést is. Nagyon drágák vagytok. Meghallottuk, hogy mi újság van, gondoltuk segítünk, mint ti. Gyakorlatilag ez az anyag, ez erre is alkalmas, mindenféle felületre megtapad, úgyhogy erre is megoldottuk ezt a kérdést. Ilyen mobilházat szigeteltetek már, vagy ez volt az első? Nem, ez volt az első, bár tudtuk, hogy az anyag az erre is fog működni. Gyakorlatilag ebben a szegmensben ez volt az első, de hasonlót megcsináltunk. Hát akkor gyakorlatilag referenciaházként működik a jövőben. Igen, akartam is mondani, hogy majd leadjuk a 100%-ot. Igen, jó, na menjünk akkor be, egy kicsit fedezzük föl, szerintem mindenki elmondott mindent, természetesen név szerint nyilván hallgatóinknak nem tudjuk megköszönni, nagyon sok felajánlás jött, nagyon szépen köszönjük. Hát a szalag átvágásba... Olló, hol az olló? Elindultuk a házfejlőközben, mondjuk a hallgatóknak, egyébként gyönyörű szikrázó napsütés van, képeket természetesen magáról a házról rakunk majd föl a Facebookra és az Instagramra. Egy egyszintes, hosszú házikot kell elképzelni, gyönyörűen fehérre messzelve, ereszel, ajtóval, leszigetelve, lebetonozva az eleje. Tehát egyébként teljesen hülye vagyok technikailag, de nem mondja meg az ember. Egyébként, hogy ez egy mobilház, lépcső van az ajtóknál, már muskátli egyébként a hófehér. Jó, ne rohanjunk, kérlek, na, ennyire. Ezt hagy vegyem ki a kezemből, vagy előre. A kezedből, mert szerintem a következő a leosztás. János és én kommentálunk, és neked kell látni. Átvágni. Kedves hallgató! Hülye vagyok, nem tudok egy ólóval átvágni egy szalagot, vagy hogy ez miért akkor a dolog?
Na most, hát arról van szó, hogy megérkezett a párna, a párnán pedig most ebben az esetben egy olló van, mert ugye az önkormányzat vezetőjének a macskát lezavarták róla, és így szabaddá vált. Köszönjük szépen. Kérlek, Balázs, emeld fel az ollót, és ezt az ünnepélyes pillanatot tedd még ünnepélyesebbé azzal, hogy átvágod ezt a nemzeti színű szalagot. Erzsi nélkül nem vágunk át szalagot. Jó, vágan át te a saját házad szalagát, vagy nem, a szalagát, hogy vágjam én. Jó, aha. Miért adtátok nekem, hogy nem tudom elvágni? Vagy? Pont ezért jó. Csak szerettük volna, az érdeklődő hallgatóknak elmondjuk, hogy... Az átvágásnál taps van ám, csak mondom. Ja, ujjúj! Hoppá! Hoppácska! Köszönjük! Na. Egy darabot ilyenkor ki szoktak vágni, ilyen? Ezt majd Jani foggal elintézni. A jó. Következő majd az M4-es lesz. Ne, vagy az új nullás szakasz. Na, elindultunk a ház felé, ugye? Hát itt már tulajdonképpen be is lehet menni. Ferencem, te olyan jól tudósítasz, hogy akkor egy röpke bemenetel erejéig, vidd magaddal Erzsit, hiszen ő még nem is tudom, hogy volt-e, mert még nem voltatok bent ti se, ugye? Nem. Nem voltatok bent, még nem láttátok. Jó, na, nyílik az ajtó. Én hallottam egy mikrofont, köszönöm szépen. Gyerünk, Ferencem. Három lépcsőfokkal megyek be, ne haragudj Erzsi, de mégiscsak én vagyok a férfi, nekem mondjuk kell a legmagasabbat menni, küldtük. És gyakorlatilag én ezt már megnéztem ám az interneten, hogy néz ki egy ilyen mobilház, utána néztem, és hát ez figyelj, ez egy tényleg egy gyakorlatilag tökéletileg és tökéletesen jól működő lakrész. Jobbra belépve már is a kis szobába jutunk, ez kié lesz, azt már elosztottátok? Igen, ez majd az enyém. Ez a szülői háló. Ja, hát itt kérem szépen teljes berendezés van már mindenütt. Egy gardróbot látok, és egy nagy dupla francia ágyat. Jaj, ahol lehet ezen gyereknek majd ugrálni? Nem tudom, majd meglátjuk. Itt mi van? Ez az ajtó mit takar? Megnézzük. Ez a másik szoba, ez több gyerekre van berendezve. Igen. Fiú szoba. Ez a fiúknak a szobája. Fűtőtest van benne, tehát valóban téliesített, egy kis tükör, muskátli az ablakban, lehet aludni fönt, lent és mindenütt, és hogyha tovább megyünk, akkor jutunk be a nappali részbe, illetve ez a fürdő. Nem, itt van még egy hál. Lányszoba, igen, ez a nagylányom szobája. Gyerekek, ez három szobás, több, mint az én lakásom, meg a Janié együttvéve, és akkor jön a következő, ez a fürdőszoba, nagyon szépen egy tusolóval, egy kézmosóval és egy toalettel, ez mi? Hát, nézzük meg. Tároló, felmosóvödörnek egyéb talapok. Felmosóvödör, tároló és egyebek, figyelj, Jani, több szobájuk van, mint nekünk ketten együttvéve, csak mondom. Az a baj, hogy igen, a Janiéknek túlságosan megszerzett, hogy figyeljtek a tulajdoni napot, nehogy a nevére kecskemét. Írassa. Igen, igen. Ezt kaptuk. Kecskeméti televízió itt van, ha érdekel. A Kecskeméti témán, hogy amit kaptunk Kecskemétről, egy szekrény és egy ülőgarnitúra, meg már itt a gyerekjátékok bekészítve, és a konyhátok. Mi lesz az első? Krumplis tészta, vagy káposztás? Nem tudom. Akkor ez még egyelőre nem biztos, hogy mi lesz az első főző dolog. Van egy nagyszerű automata mosógépetek, sütő, főző, mikro, ezeket is mind kaptál? Igen, igen, minden, poharakat, tányérokat, mindent kaptunk. Azt te tudod, hogy mi történt a többi felajánlott dologgal, ami érkezett hozzátok? Hát amire nem volt szükségünk, azt nyilván felajánljuk másoknak, akik rászorulnak. De jó, ez igazán rendes. Figyelj, lakható a tér, nagyon jól néz ki, nagyon kényelmes, vadi új benne, minden kivéve, amik használtan érkeztek, de azok is jól működnek. Nagyon jó. Jó, tehát három szoba, fürdőszoba, nappali, így álltok most. Igen. Anyukádnak örülsz, hogy itt lakik a szomszédban? Nagyon, nagyon. Ez volt a lényeg benne. Ő rá kell vigyázni, hogy inkább ő vigyáz majd a gyerekekre? Is. Mi bármely. Számra, anyukám, a gyerekekre. Na jó, gyertek, menjünk ki. Kimegyünk a napfényre. Hát, hogy is mondhatnék, mit is mondhatnék? Tehát száját tátva állt is. Hallgatta ezt a kis házátadót. Erzsi, gyertek ki akkor nyugodtan. Elnevetett néhány óvodás. Tudod, hogy szójátékokban mindig nagyon-nagyon erős voltam. Na, Erzsi, hát nagyon-nagyon-nagyon sok boldogságot kívánunk akkor nektek, jó? Nagyon én azt hiszem, köszönjük. Hogy... Ahogy lehet így mondani, tulajdonképpen az ember nem akar ilyenkor nagyon nagy dolgokat mondani, de hogy ugye sokszor mondanak sok rosszat erre az országra. Igen, kicsit morgolódósak vagyunk, kicsit tudunk irigykedni, ez is igaz ránk, de azért, amikor azt kell bebizonyítani, hogy mit számít az összefogás ereje, és amikor segítségre van szükség, és bárhol az ország bármely pontján egy család bajban van, akkor azért ez az ország mindig meg tudja mutatni egyébként, hogy mire képes. És ugye itt megint az érdekes, hogy sokszor olyanok adnak, akiknek kevés van, sokszor olyanok adnak, akár akik az utolsó 1000 vagy 2000 forintjukat adják át, de mi is nagyon szépen köszönjük egyébként mindenkinek természetesen, aki segített. Mi is nagyon szépen köszönjük az egész országnak. Hát drága vagy te már, sokszor megköszönted. Tudom, az ember nem is tud azért ilyenkor mit mondani, persze. Azért nagyon-nagyon...
Hát igen, végül is egy új otthont kaptunk az országtól. Igen, igen. Itt állnak a gyerekek. Tetszik kívülről, mert be még nem mehettetek. Igen. Klasszul néz ki, nem? Igen, nagyon jó. Jól van, vegyétek nyugodtan birtokba, jó? És akkor örülünk, hogy tudtunk segíteni. És hát természetesen azért helikopteres ismerőseinknek is köszönjük meg, nem? Remélem, én mondjuk visszafele a kocsival megyek. Természetesen, igen, mondjuk a fura teszádból hallani, emlékezve az arckifejezésedre, hogy megköszönöd nekik az ide vezető utat, de egyébként visszafele is velük fogunk menni, úgyhogy nagyon szépen köszönjük nekik a segítséget, a felajánlást. Igen, sok boldogságot kívánunk, és reményteli újrakezdést, ha lehet így mondani. Jó, Erzsi, nagyon-nagyon szépen köszönjük Tiboréknak és mindenkinek, aki... Igen, aki nekik legfőképp, nagyon-nagyon sokat tettek ők. Sokan. Sokan sok munkát tettek ebbe, jó, így van. És vegyétek nagyon komolyan a gázkonvektornál felregesztett feliratot, hogy no smoking. Igen. Köszönjük szépen, vigyázzatok magatokra. Jó, egy pici szüret, és aztán jövünk, ha minden igaz, Csabival. Lehet, hogy Anna vágott egy nap legjobb pillanatait, mi aztán indulunk vissza, hát a stúdióból már nem, úgyhogy még nem sokára elköszönünk, jövünk vissza egy pici szünet után. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:40 múlt pontosan, egy perccel. Miért énekelünk, mert jó az idő. Ittünk három pálinkát, felavattuk a házat. Nagyon várom, mert állítólag kapunk ajándékot, én mondtam, igen, hogy nem fogadhatjuk el. Jani volt az egyetlen, aki erre, hogy kapunk ajándékot, azonnal oda ment a sátorhoz. Egy irgalmatlan mennyiséget tartalmazó, a kis csokis bombon, mi? Csináltak, hogy 50 darab ilyen kis mennyes csoki golyócskát, aminek a tetején 4 csokoládé máz van, hát nagyon finom. Rohadékok, rajtam röhögtök, kibeszéltek. Kibeszéltek, hogy félek a helikopteremet, érészős vagyok. Te már belenyomtad az arcodba két szendvicset, mert láttam, hol vagy pedig jövök mindjárt. Adjátok vissza a Janit, Jani meg birkózik 3 darab kókuszgolyóval. Tehát, hogy kimelózik, kimelózik. Én egy picit, van itt egy kis meglepetés a számodra. Balázsról egy picit megfeledkeztünk, de meg a Feri, a szívünk csücske vagy, és ez... Mert hát mit is tudnánk adni a Balázsnak, ugye? Van, persze, meg úgyis kilopja a tacsat hazafelé a helikopteren, gondolom, senki nem örülne. Konkrétan ezért nem akarok nagyon sokat tenni. Igen. Na, drága hallgatók, hát mi már szépen lassan elköszönünk. Csabinak is nagyon-nagyon szépen köszönjük, ő most elment már egy picit rá készülni a kiválság műsorra, de bejött korábban, úgyhogy neki is köszönjük. És hát ugye már mondtuk, de még egyszer megemlítjük, ez egyfajta bizalmi megköszönés a mi helikopteres pilotáknak, hogy ugyanolyan nyugodtan repül errefelé, mint visszafelé. Oleti Imrének, a Fly for Less Kft. Főpilótájának. Nagyon kedvelünk, de Imi, csak visszafogottan. Ahogy megbeszéltük, csapjunk oda, visszafelé. Nagyon sokat hallottunk azokra a kis kunstokra, amiket tudsz a géppel, mutathatnám belőle valamit. Igen, itt egyébként Táton tovább és olyan az egész, mintha egy majár is lenne, nem? De az emberek áldogálnak a ház körül, mindenki elszik, iszik, fotóznak, és mindenki olyan boldog. Egyébként ez jó látni, ezt a fajta közösségi összefogást, hogy tényleg ennyire tud mindenki örülni annak, hogy Erzsieknek úgy néz ki, hogy egyenesbe jött az élete. Nagyon helyesek egyébként. Mindenki aranyos, itt is a víztoronynál is, ott egyébként még egy külön fogadóbizottság vár csak téged. Mi nekünk sajnos indulnunk kell. De azt is megbeszéltük egyébként a pilótával, hogy megpróbálja majd rotorral belegravírozni a víztoronynak az oldalába, vagy itt járt Balázs. Röhögsz, ez te lennél tériszonyos, akkor én nem lennél ilyen vidám. Én nem tudom, hogy van. Figyelj, a lehető legdurvább hullámvasutakra bárhol nagyon szívesen fölök, ha repülöm, gyűlölöm. Te ezt a 2 évvel ezelőtt itt, én szerintem az nem én voltam. Hogy tudtam megcsinálni, hogy fölültem a szárnyra és megkerültem. Ja, hogy ott kint vagy a levegőn. Tehát az egész egyszerűen nem tudom. Na, drága hallgatók, hát sokszor mondtuk, de még egyszer mindenkinek szeretnénk elmondani, hogy nagyon-nagyon szépen köszönjük mindenkinek. Ez az ország újra sok mindent bebizonyított, leginkább azt, hogy azért az a fajta együttérzés, amit mi azért sokszor hangsúlyozunk, a segítségnyújtás, az valahogy kiölhetetlen belőlünk, nem? Jó volt látni, hogy egyszerre mozdult az ország, jó volt látni, hogy ha valaki nem is tudott anyagi segítséget adni, tárgyi segítséget küldött, tényleg rengeteg helyszínről jöttek emberek, adtak ruhát, játékot, háztartási gépeket Erzséknek, úgyhogy még egyszer szeretném mindenkinek megköszönni, mert nagyon, nagyon drágák vagytok, köszönjük. Viccelődünk, jófejeskedünk, meg próbáljuk ezzel egy picit ennek a tragédiának, meg ennek a nagyon komoly ügynek az élét is elvenni, de az tény, hogy mindannyian nagyon meg vagyunk hatva. Most, hogy itt állunk ezelőtt a ház előtt, és köszönjük szépen mindenkinek. És hogy benyomták 2 csoki golyót. És melyik is vissza, még van 38 darab az 50-ből. Igen. Na jó van, átadjuk Csabinak, jó lehet, hogy még egyet muzsikálunk, hogy időben szerintem legyünk. Nem ciki a Balázs napszemüvege, hogy női. Ez női napszemüveg? Látod. Most miért, ja, nem, miért cinkeltek engem folyamatosan? Én csak azt vettem észre, hogy amikor meglátta a helikoptert, fordítva tette fel. Jó, ha tudnátok ki helikopter, érted?
Arcoskodtok, arcoskodtok, ha tudnátok, hogy ki jön helikopter. 555-55-00, jó, ez a telefonszám, Csabitól továbbra is lehet majd dalt kérni. Csabi most rákészül, úgyhogy őt nem szólaltatjuk meg. Kívánság műsor 10 után kérjetek számot. Mi pedig holnap még jövünk, bár mindenkinek kicsit ilyen piknik és majális hangulata van, ráadásul, hogy ennyire jó az idő, de holnap péntek, úgyhogy 6 órakor érkezünk. Így van, neked hát egy jó repülést kívánunk, és reméljük, hogy holnap nem lesz jetlaged. Mert egy kicsit a magyart már törni fogom, vagy? Igen. Holnap 6 órakor jövünk. Szevasztok! Ciao, ciao! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.